közgyűlés megkezdésekor. Önök Pécs megyei Góváros önkormányzata közgyűlésének október 22-i rendkívüli ülését látják, melyet a Pécs TV élőben közvetít. Köszöntöm nézőinket! Több fontos közérdekű kérdés is eldől a mai napon. A testület 6 előterjesztést tárgyal napirendjén. Fő téma lesz az idei költségvetés módosítása. Napirenden szerepel az ivóvíz és a csatornadíjak megváltozása. 8 millió 600 ezer forinttal támogatná az általános tartalékkeret terhére az idei szilveszteri programot a város önkormányzata. Erről is dönt a testület rendkívüli ülésén. Forrásátcsoportosításról határoznak a képviselők Emir Kusturica december 30-ai pécsi fellépése kapcsán, valamint meghatározzák az ülésen a tervezett közmeghallgatás idejét és témáját is. A képviselőtestület megkezdi munkáját. Már két alkalommal tárgyalta. Az első alkalommal a közgyűlési napirendre vételét sem támogatta, a második alkalommal pedig magát az előterjesztés elfogadását sem támogatta, és emlékezetem szerint a legutóbbi közgyűlésen sem került napirendre. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a mai napirendről kerüljön le ez az előterjesztés. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Sarkadi Gábor képviselőtársunk, frakcióvezető úr, kér szót, parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester. Nekem egy ügyrendi bejelentésem van, és mindenek előtt szeretném hangsúlyozni azt, hogy ez egy technikai jellegű bejelentés. E hónap 12-én megalakult a Szövetség Pécs Városáért Egyesület. Az egyesület tagjai és a vezetőség felkérése alapján frakciónkat kértem meg, hogy Pécs város közgyűlésébe képviseljük, ezért bejelentem, hogy a mai nappal a nevünk Szövetség Pécs városáért frakcióra kívánjuk módosítani. Ez volt az érdemi bejelentés. A nem érdemi és mondjuk technikai jellegű bejelentés, hogy senki ne sejtsen mögötte semmiféle politikai fordulatot, ezzel Gonda Tibornak szeretnék segíteni, hogy ne kell napirend előtt hozzászólnia, és amennyiben a névkimondás a problémát okoz, abban is szívesen tudunk segíteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a tájékoztatás, képviselő úr. Nagy Csaba, a polgármester úr, kér szót, parancsoljon, képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr, tisztelt közgyűlés, előterjesztőként kérem levenni a Tettye forrásáz ZRT működésének biztosítására szükséges döntések meghozatala című napirendi pontot. Köszönöm szépen. Köszönöm. Tehát előterjesztőként alpolgármester úr a 3-as napirendi pontot levette. Ilyen formában akkor a közgyűlés megkezdés előtt a napirendi sor ügyében egy módosítójavaslat érkezett Krémer Krisztina képviselőtársunk részéről. Én, mint előterjesztő, egyébként ezt a indítványt nem támogatom, és továbbra is kérem a testületet, hogy a napirendre vett és napirenden szereplő napirendi pont Pécs megyei város belépése a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe cím előterjesztés maradjon továbbra is a közgyűlés tárgyalásában. A levétel ügyében tehát kérem, hogy a közgyűlés szavazzon, amit az MSZP frakció nevében Krémer Krisztina tett, kérem a szavazást. Megállapítom, a közgyűlés a levételt nem fogadta el, 15-en nem elszavaztak, 2-en tartózkodtak, és 9 fő támogatta, tehát maradt a napirenden az említett napirendi tétel. Tisztelt közgyűlés, akkor a napirendet ezen kiegészítés, amit Nagy Csaba megtett, szavazzunk, előterjesztő Mária visszalépett, tehát akkor a napirendről kérem a szavazást. Köszönöm szépen, megállapítom a közgyűlés 26 igennel és 1 tartózkodással a rendkívüli közgyűlés napirendjét elfogadta. Tisztelt közgyűlés, az első napirendi pont tárgyalása következik. Pécs megyei város önkormányzata ez évi költségvetésének módosítása és egységes szerkezetbe foglalása című előterjesztés. Engedjék meg, hogy néhány kiegészítő mondatot a vaskos előterjesztési anyaghoz szóban
kiegészítésként hozzátegyek. Ez a módosítás kétféleképpen értendő vagy érthető. Az egyik, hogyha maradunk a hagyományos megközelítésnél, hogy a költségvetésnek az év során többször sorra kerül a módosítása, ezek többnyire technikai átvetéseket szoktak tartalmazni, és olyan kiigazításokat, átvezetéseket, amelyek a különböző aktuális központi költségvetésből származó, vagy egyéb változások miatt indokoltá válnak. De van egy másik megközelítés, én most inkább erre szeretném hangsúlyt tenni, ez pedig az, hogy ez egy kimondottan nevében is jelezzük el, egy pótköltségvetés. Egy olyan költségvetési módosítást jelent, amely nem csak technikai, nem csak formai indokolt átvezetéseket is tartalmaz, ilyenek is vannak benne természetesen, hanem ennél sokkal többet jelent, egy olyan érdemi módosítását jelenti a költségvetésnek, amely az év hátralévő részében, tehát erre, mint egy 2,5 hónapra egyfajta újabb szemléletet vezet és visz be a költségvetés kialakításába. Azzal szeretném kezdeni, hogy elég nehéz helyzetben kerül sor erre a módosításra, anyagi, pénzügyi problémákra gondolok itt elsősorban, hiszen a külső okoknak a hatása nem kerülhető meg. Gondolok itt arra, hogy egy nagyon komoly pénzügyi válság közepén kell ezt a költségvetési módosítást megtennünk. A kormányzati lépések, amelyek nyilván összefüggenek ezzel a válsággal, rendkívül mértékben sújtják az önkormányzatokat. Elég, hogyha két tételt emelek ki. Az önkormányzati szférát érintő elvonások esetünkben, Pécsváros esetében 2,1 milliárd forint kisebb költségvetési lehetőséget jelentenek a város számára, mint esetleg korábban. Említettem az ÁFA megemelését, ami 5%-os növekményt jelentett a kiadásainkban. Mindezek a hatások nyilvánvalóan rendkívül nehézé teszik a mozgásterét minden önkormányzatnak, így a pécsinek is. És van egy sajátos, mondjam így, minket jellemző probléma, hogy ez a költségvetés és ennek az elődjei, mindannyian tudjuk jól, egy olyan helyzetben kerültek elfogadásra, amikor városnak a gazdálkodási pozíciói megrendültek. Az a törekvés, amit még elődöm Tasnádi Péter polgármester úr is megpróbált megvalósítani, hogy a költségvetés növekedő pályára állítsa, ez nem valósult meg, tehát a helyi körülmények is rendkívül szorítók ebben a kérdésben. Tehát ebben a kettő szorításban kellett a pótköltségvetésnek az előkészítését, illetőleg a mai beterjesztését elkészíteni. Ugyanakkor az viszont egy örömteli dolog szerintem, hogy a mai költségvetési előterjesztési ezt támogatja, és ezt mutatja be, hogy talán sikerült elmozdulnunk több tekintetben is a korábbi évek gyakorlatától. Azért is gondolom ezt, mert az elmúlt 8 évnek a működése mutatja, hogy ez a gyakorlat minden bizonnyal sok szempontból sikertelen volt. Egyrészt arra gondolok, hogy ez a költségvetés nem csak tartalmában, de formájában is eltér az előzőektől. Erről néhány mondatot most hadd szóljak. Ez pedig a következő. Ebben a költségvetésben, amit mindenki megkapott, igyekeztünk olyan módon feltüntetni a változásokat, hogy sokkal áttekinthetőbbé tettük a táblázatoknak a struktúráját. Minden tételnél próbáltuk azt feltüntetni, hogy milyen változások történnek a különböző költségnemeknél, pozitív és negatív előjellel ellátva, tehát hol nőtt, hol csökkent az adott költségvetési tétel, és ilyen módon talán még a laikus olvasó számára is ez a költségvetés olvashatóbbá és áttekinthetőbbé vált. De nyilván ennél sokkal fontosabbak a tartalmi elemek, amiknek szintén a változásait szeretném röviden összefoglalni. A filozófiai, mondjam így, vagy megközelítésbeli különbség az előzőekhez képest az, hogy az előző költségvetéseink túlnyomó rész többé-kevésbé arra kaptafára lettek ráhúzva, hogy egy bázis szemület uralta ezeket a költségvetéseket, ami egyébként egy befogadott és elfogadott technika, csak nem biztos, hogy célra vezető, ami abból áll, hogy egy adott költségvetési tételnek az előző évi mértékéhez viszonyítva változik az új költségvetési tétel. Tehát, hogyha egy adott intézmény, adott költség nemnek volt bizonyos fajta
előző években meghatározott kerete vagy költségtétele, ezt aktuális változásokkal felszorozta, inflatórikus hatással, különböző központi költségvetésben tapasztalatú változásokkal, ezáltal megnövelt a költségnemet, és ilyen módon bekerült ez a költségnem az új költségvetésbe. A mostani szemlélet ezen változtatni kíván, nyilván nem teljes körülmény, hiszen ez egy pótköltségvetés, időközben, évközbeni költségvetés módosításról van szó, mégpedig azt céloztuk meg, hogy ne a bázis uralkodjék, a bázis szemlélet uralkodjék a megközelítés során, hanem a feladatorientált megközelítés legyen jellemző. Azaz, azt kell megvizsgálnunk, hogy adott költség nem milyen feladat ellátására hivatott, ez a feladat milyen költségvetési tételt igényel, milyen forint összeget kell hozzárendelni, és ilyen alapon kerül meghatározásra az a tétel, hogy milyen összeg hogyan kerül felhasználásra. Szerintem ez a megközelítés sokkal rugalmasabb, sokkal életszerűbb, és sokkal inkább követi a valós változásokat, mint egy bázis szemléletű költségvetési korrekció. Ebben a tekintetben külön kiemelném és felhívom a figyelmet arra, hogy a limit management nevű technika alkalmazásával arra is mód nyílik, hogy minden költségnemet bizonyos limitekkel, korlátokkal ellátva nevezzünk meg, és ilyen formában lehetőség nyílik arra, hogy ennek a heti szintű figyelését, változását az önkormányzat apparátusa, vagy akár a tisztségviselők nyomon tudják kísérni, és ebben az összevetésben világosan látszik heti bontásban az, hogy bizonyos költségnemek hogyan változnak, csökkennek, alakulnak, módosulnak. Ez egy szigorú limit, ezt nem lehet túllépni, tehát aki ezt túllépi a limitet, az már a további folyosítástól elesik. Természetesen ez egy nem kőbevésett tétel, tehát bizonyos fajta helyzetekben, viszmájra helyzetben, vagy rendkívül indokolt esetben ezek a keretek túléphetők, de erre külön engedélyt kell kérni, amit a Decsi irodavezető úr, főosztályvezető úr jóvágyásával én magam fogok engedélyezni. Tehát egy szakmai kontroll után fogom a politikai döntést meghozni, hogyha ilyen esetek esetleg felmerülnek. Remélem, hogy erre nem kell gyakran sort kerítenünk. Ilyen szempontból tehát egy olyan metódust honosítanak meg, ami eddig az önkormányzat repertoárjában nem volt jellemző, és talán ez is jellemzi, vagy jelzi azt, hogy e tekintetben is a változásoknak eljött az ideje, és egy sokkal frissebb, sokkal innovatívabb megközelítés, szemléletmód indokolta a költségvetés esetében is, ami korábban esetleg nem így történt az eddigiek során. A költségvetésnek a legfőbb nehézséget ad okozta, hogy igyekezzünk, vagy törekedtünk rá, hogy azokat a nagyon súlyos külső hatásokat, amikre részben már utaltam, hogyan tudjuk úgy korrigálni, hogy külső forrás igénybevételére ne kelljen sort kerítenünk. Három olyan hatás volt, ami mindenképpen súlyosan érintett a költségvetésnek a különböző bevétel és kiadási oldalait. Az egyik a már említett áfa növekménynek a hatása, ez durva beséssel, 550 millió forintos hatással, plusz hatással, tehát többlet hatással volt az önkormányzat működésére. Ugye az ismert okok miatt elmaradt a vízmű által remélt osztalék, bár hozzáteszem, vízműtől osztalékot eddig sem kaptunk, tehát igazából ez is egy remény volt sem, mint egy reális várakozás. Ez 300 millió forinttal szerepelt a költségvetésben. Illetőleg nagyon fontos tételésre szeretnék külön kitérni, egy 330-350 millió forintos tétel is bekerült ebbe a hármasba, aminek a finanszírozását meg kellett oldani, ez pedig az intézményektől korábban már levett vagy elvont költségvetésnek a visszapótlása. Ugyanis az intézményi működések során azt látni kell, hogy nagyon sok intézmény esetében olyan prognózis látott napvilágot, hogy már novembertől nem tudják finanszírozni a működésüket. Tehát a 330 millió forintos visszapótlás mindenképpen arra legendő, hogy tisztességes módon tényleg az anyagi szorítástól kicsit kiszabadulva ezek az intézmények tudják végezni a napi működésüket. Tehát ezt a három tételt, a ÁFA hatást, az osztalék elmaradás és a 330 millió forintos intézményi visszapótlást a költségvetés úgy oldotta meg belső átcsoportosításokkal, illetve bizonyos megtakarításokkal, amire már korábbi közülések során utaltam, hogy erre külső forrást igénybe venni
nem volt szükséges. Tehát egy olyan helyzet állt elő, amire tulajdonképpen nagyon régen volt példa, hogy külső segítség nélkül tudtunk problémákon, anyagi problémákon úrrá lenni, ami szerintem ilyen szempontból egy megbecsülendő eleme a költségvetésnek. Arról még hadd szóljak egy rövid információval, hogy a finanszírozó bankunkkal tárgyalásokat folytatunk, erre utalunk is egyébként a szöveges előterjesztésben, mi szerint a keretösszegünket 5 milliárdról 2 milliárd forinttal 7 milliárdra növelnénk. Ez mindenképpen arra alkalmas lesz, hogy azokat a ciklikusságban rejlő finanszírozási, likviditási problémákat, amik egyébként jellemzően szoktak előfordulni az önkormányzatok költségvetésében, függően az adóbevételeknek az alakulásától, ezt kisimítja, és egy egyenletes finanszírozási metódust tesz lehetővé. Ez is jelzi azt a helyzetet, hogy a bankvilág már az önkormányzatra némileg más szemmel tekint, és azok a bizalmatlansági helyzetek, amik előfordultak a megítélésünk tekintetében korábban, ezek már tulajdonképpen elmúltak, és több bankkal is tárgyalásra állunk az OTP, mint finanszírozó és számlázatító bankunkon kívül különböző együttműködések tekintetében, hogy milyen módon tudnak a bankok részt venni különböző programok és az önkormányzatnak a projektjeinek a finanszírozásában. A tisztelt közgyűlés, én úgy ítélem meg, hogy a szöveges előterjesztést, aki elolvasta, az már kellő képet, árnyalt képet kaphatott arról, hogy ez egy új szellemű, ez egy új költségvetési metódus, amit szeretnénk egyre inkább kiterjeszteni a következő évek során, és a legjobb tudásunk szerint ennyit sikerült most összeállítanunk. Szerintem azon az úton el tudunk indulni, amit már 2006-ban is egyébként konszenzus övezett, hogy a költségvetés problémáit ne dagasszuk, ne növeljük tovább, hanem igyekezzünk olyan módon gazdálkodni, hogy egyrészt megfelelünk a város elvárásainak, legyenek beruházások a városban, de ugyanakkor legyen egy észszerű költségtakarékos gazdálkodás a városnak. Ez a költségvetés erre tesz most javaslatot. Nyilvánvaló számos kritika érheti, hiszen még nyilvánvaló fél év alatt nem volt, vagy 5,5 hónap alatt nem volt módunk arra, hogy minden létező problémára megoldást találjunk, de azt kérem a képviselőktől, és kérem a kedves minket figyelő pécsi polgároktól, hogy ezt a erőfeszítést, ezt méltányolják, és tekintsék úgy, mint első lépést azon az úton, amelyik a kilábalás irányában fog vezetni. Köszönöm szépen, elmondhatom a szóbeli kiegészítésemet, várom a tisztelt képviselők hozzászólásait. Elsőként a szót megadom Gonda Tibor képviselőnek, parancsoljon önnél a szó. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, a frakció fölkért, hogy mint a Költségvetési Bizottság tagja ebben az igen fontos napi rendben a frakció véleményét tolmácsoljam a közgyűlésben. Nem vagyok könnyű helyzetben, hiszen először azt kéne eldöntenem, hogy hogy tekintsek erre az anyagra. Úgy, mint egy rutin feladat, hiszen eddig is negyed évente általában szoktunk tárgyalni egy előterjesztést, ahol kisebb módosításokat hozzunk, illetve a már külön meghozott módosításokat egységes szerkezetbe foglaljam, vagy úgy, ahogy azt önök már hónapok óta kommunikálják, hogy új irány és fordulat a költségvetésbe. Hiszen mikor költségvetési bizottságülésen tegnap előtt hiányoltam ebből az új irányt, akkor folyamatosan az ott lévő fideszes képviselők, illetve koalíciós partnereik arra hívták fel a figyelmet, hogy fél év után én még ne kérjem az új irányt, de hát tegnap a Dunántúli naplót olvasva megint azt látom, hogy van itt egyfajta kettős beszéd ebbe a kérdésbe a Fidesznél, akik azt szeretnék sugallni, hogy azért ez a költségvetés, ez nem egy rutinos, egységes szerkezetbe foglalt költségvetés, hanem ez egy új irány, vagy ahogy a polgármester úr az előbb fogalmazott, új szellem. Ha kritizálom, akkor azt fogom megkapni képviselőtársaimtól, hogy miért kritizálom, milyen alapon van rá, hiszen 12 évig mi határoztuk meg a költségvetés szerkezetét. Vagy azt fogom megkapni, hogy egyáltalán hogy merem kinyitni a számat, hiszen x milliárd forint adósságot halmoztunk fel, és rendszerint ez az x milliárd forint, ez mindig 10 milliárddal nagyobb, amit mondanak a tisztelt képviselők, mint amit valójában május elején elköltött adósságként fölhalmoztunk, hiszen ebben mindig beleszámolják azt az EIB hitelt, amelynek minden számláját a kifizetéskor már a polgármester úr fog ellenjegyezni, és nem mi költöttük el. Tehát nem könnyű a helyzet. Ha úgy nézem, hogy ez egy rutin feladat, akkor akár azt is fogalmazhatnám meg, hogy a feladatot jól abszolválta az új városvezetés, a költségvetés egyensúlyban maradt, számszakilag rendben van minden,
az intézmények megkapják azt, ami számítható most már, hogy évvégéig szükséges, és ebben megjegyzem, hogy ez a fajta közelítésmód és ez a fajta filozófia nekem tetszik. Én korábban is javasoltam azt, hogy adjuk oda az intézményeknek az, amiből ki lehet jönni, és nagyon szigorúan várjuk el a felelős gazdálkodást. Mi korábban egy más gyakorlatot követtük, általában az árszámadás keretében biztosítottuk a fedezetet a kinemfizetett számlákra, tehát mi is természetesen az előző években mindig biztosítottuk, hogy ki legyen az intézményeknél a számla fizetve, csak egy más közelítésmóddal. Hogy ez a módszer mennyire válik be, erre majd érdemes olyan jövő április-május tájékán visszatérni, és megnézni, hogy egy ilyen keretek és feltétek mellett tényleg a városvezetés következetesen tudta a szigorú gazdálkodást elvárni az intézményvezetőktől. Jól kezeli az áfa emelés problematikáját, amely valóban egy nem várt probléma, de ez azt is jelzi, hogy egy alapjaiban jó költségvetést fogadtunk el évelején, hiszen volt még annyi mozgástér benne, hogy különös probléma nélkül az önkormányzat ezt a több száz milliós nem várt kiadást kezelni tudja. Több a gondom akkor, ha úgy nézek erre a költségvetésre, hogy akkor ez egy valóban új irány, mert nem látom ebbe az új irányt, hiszen mást kommunikált a tisztelt városvezetés. Nyáron, mikor az átvilágítás, még ha csak gyorsan és felületesen is történt, akkor több sajtótájékoztatón hallhattuk, hogy itt 2,5 milliárd forint feleslegesen áramlik ki az önkormányzat költségvetéséből működési és fejlesztési célú pénzátadás keretében. De hát akkor is jeleztük, hogy ezekből lehet elvonni, és nyilván az igazság pillanata majd jövő februárban jön el, mikor egy valódi egész éves költségvetést kell összeállítani. Lehet elvonni, én azt prognosztizálom, 10-20%-nál többet önök se tudnak ezen lefaragni, hiszen itt értékelt és értékes feladatokat finanszíroztunk ezekből az összegekből. Nem lehet a végletekig ezt csökkenteni, át kell adni önkormányzaton kívüli területre is fejlesztési forrást és működési támogatást, mert különben csökken a közlekedés színvonala, csökken a város sportjának a színvonala, és sorolhatnám azokat a területeket, amelyekre nem lennénk kötelesek, hogy feltétlenül finanszírozzunk, de mégis szakmai döntések alapján az előző városvezetés, és gyanítom az új városvezetés is, meg fogja ezt lépni és fogja támogatni. Tehát nem kellett volna olyan vehemenciával mondani, hogy elzárták a csapokat, és fölöslegesen áramlott ki a 2,5 milliárd. Vagy ugyanúgy nem kellett volna azt mondani nyáron, hogy már is megtaláltak 500 millió forint megtakarítást, amelyre jól emlékszem, talán éppen Meissner András tett föl kérdést, hogy akkor ez hol van, tessék megmutatni. Azt reméltük, hogy legalább ebbe a költségvetésben meglátjuk, hogy akkor mi mind vakok voltunk, nem láttuk ezt az 500 millió megtakarítást, de itt akkor tényleg bent van. Tehát úgy látom, hogy valóban egy kettős beszéd alakult ki a Fideszbe a költségvetés ügyében. Egyik szól a médiának és a népnek, a másik pedig megjelenik a bizottsági munkában, és itt a közgyűlésen, mikor a költségvetést tárgyaljuk. Ezen túl az anyag azt is jól leírja, hogy 6 milliárd forint eladósodásnak, azaz a kötvényünk fölvétele okának, éppen a túlzott intézményi fenntartás és a intézményi működés hiány volt az oka az elmúlt 3 évben. Akkor ha új irányról és új szellemről beszélünk, akkor legalább jelzésszerűen vártuk volna, hogy megemlíti az előterjesztés, hogy ezen a területen a következő évben a teljes körű átvilágítás követően az önkormányzat intézkedni fog. Hogy jelzésszerűen bátran kimondásra kerül, hogy ez a város nem bírja el ezt a nagy intézményrendszert. Nem bír ennyi iskolát, ennyi öregek otthonát, ennyi kutatási intézményt fönntartani. Mert nincs lefedezve bevételi oldalról, és folyamatosan az ingatlan értékesítésből és a hitelfelvételből kellett a működést biztosítsuk. Ha ezt kimondaná, akkor azt gondolom, ebben van valami új szemlélet, amivel adott esetben lehet keresni az együttműködést, a partnerséget. A kettős beszéd az, mint ahogy jeleztem, tegnap a Dunántúli Naplós cikkben is megjelenik, hiszen azt írja, vagy azt nyilatkozza Nagy Csaba, hogy szükség van új szerkezetre. Hát azért új szerkezettől nehéz beszélni a mai előterjesztés kapcsán, mert mint ahogy a könyvvizsgáló megemlíti, nagyjából 0,9%-ot, tehát még 1%-át sem érinti a működési bevételeknek az egész átcsoportosítás, amiről ma a költségvetésben találkozunk. A nyáron még pocsék voltunk, de mint tegnap a cikkből megtudtam, mára már úgy ítélik meg, hogy túl szigorúak voltunk, hiszen az intézményektől 500 milliót elvontunk, ráadásul fűnyíró elven. Én azt gondolom, hogy nem az volt a fűnyíró elv, hanem a fűnyíró elv az volt, mikor júliusban arról döntöttünk, hogy minden
átadott forrással rendelkező és szerződéssel rendelkező partnernek küldünk egy levelet, hogy az év hátralévő részére első finanszírozás 20%-át takarítsa meg. Ez úgy gondolom egy fűnyíróelv. Ezen intézkedés hatására, mint ahogy a cikk ír, lefékeződött a pénzkiáramlás, lekötöttük és a kamat megtakarítás lett a fedezete a mostani intézkedésnek. De ezzel szemben a valóság az, tisztelt képviselőtársaim, mint ahogy Költségvetési Bizottságon megtudtam, hogy ennek a 20%-es kérelemet tartalmazó levélnek a hatására sikerült 3 millió forintot megtakarítani a város költségvetéséből. Nagyon jó kellett a közgazdasági főosztály gazdálkodjon, hogy ezt a 3 milliót úgy megforgassa, hogy a mostani több százmilliós kiadásoknak fedezetet jelentsen. Ezzel szemben képviselőtársaim valóság az, hogy az általunk megszerzett, nagyon kedvező kamatú nemzetközi hitelt a közgazdasági főosztály jó időpontba hívta le, így lett egy árfolyamnyereség, és mindaddig jól parkoltatja és jól kamatoztatja, amíg felhasználásra nem kerül, és így van az a többlet kamatbevétel, amely fedezetet nyújt többek között az ÁFA finanszírozása, vagy részben az intézményi pót források átadásának. De azt gondolom, hogy lépjünk túl akkor, hogy most van-e kettős beszéd ebben, vagy médiakormányzás zajlik költségvetés ügyben is, mint más kérdésben, és hozzáteszem, egész jól csinálják, lényegesen jobban, mint ahogy ezt mi tettük, hanem tekintsünk úgy, mint új irány erre a költségvetésre, hiszen azt kérik tőlünk, hogy úgy tekintsünk rá, mint új irány. Akkor mi ez az új irány? Ez az új irány a centralizáció iránya. Hiszen eléggé példátlan módon olyan demokratikus döntési szintet csökken, mint mondjuk a bizottságok, ha a bizottsági keretek lesznek most elvonásra, aminek pénzügyileg egyensúly kérdés szempontjából semmi haszna és indokoltsága nincsen, hiszen életben van egy olyan szabály, hogy csak a polgármester úr engedélyével lehet kifizetni. De most megvonják a kezdeményező szerepet is a bizottságoktól, és nem egy nagy összeg, de mégis egy pár tízmilliós szabad büdzsé keletkezik a polgármester úrnál, amely büdzsé felhasználásában senkinek semmiféle beleszólása nem lehet. Ezzel mi nem nagyon tudunk azonosulni. A másik új irány a hitelek jelentős növelése. Ugyan tudom, hogy a folyószámla hitelkeret az önmagában nem jelent eladósodást, hiszen nem jelenti automatikusan a pénzfelvételét, hanem egy mozgásteret bővít az önkormányzat számára, és adott esetben az EKF a fő oka ennek, akkor ez indokolt is lehet, hiszen mindannyiunk számára egy szent és érthetetlen dolog, hogy az EKF beruházásai jó ütemben haladjanak és valósulnak meg, de a frakció nagyon fél attól, hogyha nem tisztázódik a város lakóiban a vízművel kapcsolatos álláspont, és hasonlóan hozzám több tízezer pécsi lakos továbbra is a bankszámlájára automatikusan odautal, ahova eddig, akkor bizony olyan működési hiány keletkezik a cégnél, hogy azt gondoljuk, hogy ez a hitelkeret bővítés adott esetben szolgálhatja, de ezt elnézést kérek, ezért ez csak teória, és remélem ilyen típusú előterjesztéseken nem fogunk találkozni, ez szolgálhatja a Tettye ZRT-nek a működési költségeit is. E célból pedig nem szeretnénk a folyószámla hitelkeretet bővíteni. A másik új irány, hogy csökkentjük a hozam és osztalékbevételt. Lehet, hogy valóban eltúzott volt, mint ahogy a polgármester is jelezte, a 300 millió forint a vízmű esetében. De ha csak megnézem azt, amit önök kommunikálnak, hogy ebbe a cégbe benne van évi 500 millió, akkor azért, ha egy kicsit körültekintőbbek vagyunk, és a választás után rögtön mondjuk megegyezek abba, hiszen május végén zárszámadás van, illetve cégeknél mérleg elfogadás van, és utána júniusban le lehetett volna kérni az adózott nyereség utánjáró osztalékot, akkor ez a 140 millió forint, amelyen most csökkentettük az osztalék oldalon a bevételt, ez igenis becsatornázható lett volna. Ezzel szemben viszont a múlt közgyűlésen, mivel nem figyeltünk elően oda, tisztségviselő beszámoló keretében szerintem törvénytenő és szabálytanú megszavaztuk azt, hogy adunk 45 millió forintot a vízmű működéséhez. Tehát egyik oldalon 140-et csökkentek, másik ötön 45-öt odaadok, 200 millió forinttal rontottuk a költségvetésünk egyensúlyát ezzel a felelőtlen és jogilag aggályos lépésünkkel, hogy lerohantuk a vízmű székházát és elfoglaltuk az épületét. Az új irány másik jele, hogy a városi rehabilitációs keretet lenullázzuk. 100 millió forint volt, amúgy se sok, az elmúlt években rendszerint törekedtem arra, mint illetékes tisztségviselő, hogy az ellenzéki padsorokba ülő képviselőkkel, egyéni körzetben tevékenykedő képviselőkkel konszenzuális alapon osszuk el ezt a pénzt. Azt gondolom, ez komoly üzenet az új szellem és az új irányról a város peremkerületén lakóknak, hogy városrehabilitációs keret innentől kezdve nulla.
vagy indulatosan mondta azt egy szeptemberi közgyűlésen Nagy Csaba alpolgármester úr, mikor lobbiztam azért, hogy a belváros rehabilitáció folytasson, hogy ne mondjunk ilyet, hogy nem folytatódik, hanem várjuk meg az októberi közgyűlést, a költségvetés módosítását. De akkor most szeretnék erre visszautalni. Ez alapján megint ki tudom mondani, hogy sajnos nem folytatódik. Pedig jó ügy, pedig gazdaságfejlesztési hatása van, 10 millióval 30-40 millió forint építőipari megrendelést tudnánk generálni, és hát nem beszél arról, hogy komplexebbé tenni a köztér megújítási programunkat, hogy körülött a belváros megszépül. Sajnos ennek a forrását nem biztosította a mostani költségvetés. És hát elvonásra kerül az intézményi felújítás keret maradéka, mintegy 40 millió forint, a karbantartást a szánt 30 millió, és a többi, és a többi. Ha ez az új szellem, akkor ezt a frakciónk sajnos nem tudja támogatni. Nem azt mondom, hogy lényegesen jobb költségvetést tudnánk csinálni. Azt gondolom, hogy nem, hiszen tényleg nehéz helyzetben van a város. És nehéz helyzetben lesz jövőre is, mert valóban vannak olyan szakmai anyagok, amelyek azt igazolják, hogy a válságra hivatkozva a kormány komoly megszorításokat tervez az önkormányzatokkal szembe, amellyel én személy szerint nem nagyon tudok azonosulni, hiszen az elmúlt években is folyamatosan az önkormányzatok feladata nőtt és a központiak kapott forrása szűkült, tehát minket is ezek az intézkedések ugyanúgy sújtottak, mint ahogy most sújtja a Fidesz. Nem ezt állítom, de azt kérem, hogy akkor tárgyilagosan beszéljünk erről a dolgokról, önök se állítsák azt, hogy sokkal frappánsabb, sokkal jobb, mindenki számára elfogadhatóbb költségvetést tudnak létrehozni, úgy tudnak megszorítani, hogy az senkinek ne fájjon, és úgy tudnak adni, hogy aznak mindenki örüljön. Ilyen sajnos nincsen. Erről a költségvetésről a legtöbb jó, ami elmondható, azt a könyvvizsgáló úr fogalmazta meg, amely így szól, a bevételek és a kiadások egyensúlyát a pótköltségvetés fenntartja. A többször módosított költségvetési rendelet módosító pótköltségvetési rendelet tervezett módosításai megfelelnek a törvényi előírásnak. Nagyjából a frakciónk ezt tudja kiemelni, ez az, ami jó ebbe az előterjesztésbe, ez sem kevés. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, képviselő. Hódos Iver, a képviselő asszony, kér szót, parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. A pénzügyi bizottság a tegnapi ülésén tárgyalta a költségvetési előterjesztést. Én megpróbálok sokkal rövidebben szólni, hiszen amit mi gondolunk erről a költségvetésről, az Gonda Tibor nagyrészt elmondta. Tehát az alapvető problémánk nekünk is az volt, hogy itt folyamatosan azt hallottuk, hogy a költségvetés újrafogalmazása történik, meg egy irányváltás lesz a költségvetésben, és szerkezeti átalakítást várt a bizottság is, meg szerintem a képviselők is. Ez úgy tűnik, hogy ebből a költségvetésből nem látszik, nincs benne. Nagy része pénzügyi átcsoportosítást jelent, illetve bizonyos szempontból, ahogy Gonda Tibor képviselőtársam is mondta, koncentrálását a kifizetéseknek, bizonyos nagyon jó és támogatható feladatok megszüntetését, kihagyását a költségvetésből, támogatások visszavonását. Tehát úgy gondoljuk, hogy ettől ez a költségvetés nem egy szerkezeti átalakítást, egy újrafogalmazást, egy irányváltást tükröz. Ugye három fő irányvonala volt ennek a költségvetésnek, ahogy az előterjesztésből is látjuk. Részben ugye az intézmények pótelőirányzatokat kapnak, ami tulajdonképpen helyes, és egyetértünk vele, tudjuk támogatni, de ettől a működési hiány még tovább növekszik. A működési hiányt nem tudjuk csökkenteni, ami az alapvető problémája a költségvetésünknek, és nem látszanak azok a lépések sem, még lépésként sem nem, hogy a költségvetésbe, amik ezt a szerkezet átalakítást, a kötelező feladatok újragondolását, ami szerintem elég egyértelmű, csak meg kéne hozni azokat a döntéseket, amelyek ezeket esetleg módosítják, mármint a plusz feladatokat, tehát ez nem látszik ebbe az anyagból. Így a működési hiányunk természetes módon tovább fog növekedni. A második nagy irányvonal volt ugye a támogatások felfüggesztése, meglévő szerződések módosítása,
ahogy szó volt arról, hogy kiment egy levél az intézményeknek, illetve a gazdálkodó szervezeteknek, hogy 20%-kal csökkentsék a kiadásaikat, vagy a költségvetésüket. Ez úgy gondolom, hogy nem a szerkezetváltás és a költségvetés megreformálása irányába hat, hanem egyszerűen valamilyen formában bevételek biztosítása, illetve a kiadások csökkentése. Nehezményeztük természetes módon a bizottsági keretek megszüntetését. Erről mondjuk én külön adtam egy módosítóirányt is, erről majd a részletes vitában esetleg szólok. Szintén ugye működési hiány fedezésére szolgál a hitelfelvétel. A folyószámla hitel az egyértelműen a működési kiadásokat szolgálja. Itt is nyilván nem belemegy abba a feltételezésbe, hogy ezeket mire fogjuk felhasználni. Nem hiszem, hogy a kiadások megreformálása történik ezzel, hanem inkább pont az, hogy valamilyen formában a meglévő kiadásokat finanszírozni tudjuk. A könyvvizsgáló jelentésére hivatkozott Gonda Tibor, és elmondta, mi az, amit lehet belőle támogatni, de hát ebben olvastam én azt is, hogy a pótköltségvetés nem változtatta meg a költségvetés fedezett hiányos állapotát, tehát ez továbbra is így marad. Az, hogy ezzel a hitelfelvétellel ezt valamilyen formában kompenzáljuk, ez nem hiszem, hogy a költségvetésnek az irányváltását mutatja. Nyilván átcsoportosítások történtek a költségvetésben, az ÁFA többletkiadás természetesen finanszírozni kellett. Erre bizonyos fedezet rendelkezésre is állt, ez természetes módon támogatandó, meg hát ezeket meg kell tenni, ezeket az intézkedéseket. De én úgy gondolom, hogy amiket képviselőtársam elmondott meg, amivel én most itt kiegészítettem, az alátámasztja azt, hogy ezt a költségvetést a pénzügyi bizottság 3 igen és 1 nem szavazattal nem tudta támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselőasszony. Só László képviselő úr következik, parancsoljon, képviselőtársam. Köszönöm, polgármester úr. Tisztelt közgyűlés, most gyakorlom, hogy hogyan is kell a költségvetést független szemmel nézni. Hát számomra különösen érdekes ez a dolog. A lapra azt írtam, hogy pót költségvetés, pontosabban, hogy pót KV. Ez már egy szójátékra is ad lehetőséget, hogy a pót költségvetés úgy viszonyulhat az igazihoz, mint a pót KV is az igazihoz. De hát nem ez a mondani valóm lényege. Inkább az bevezetésképpen, amire több mások is utaltak, hogy júniusban, amikor ez a javaslat, feladat felmerült, azt hiszem valamennyien látatlanba elfogadtuk volna azokat a megszorításokat, amelyeket ez a pótköltségvetés tartalmaz. Kicsit fáj, azt lehet mondani, de mindenképpen túlélhető, és nem okoz komoly működési zavart a város életében. A bevezető, az előterjesztés bevezetője tartalmazza azokat az okokat, amelyek együttállása indokolja, hogy pótköltségvetés készüljön a városban. Ezekkel természetesen egyet lehet érteni. Egy kis apró emlék számomra, hogy a gazdasági világválságot is említi az anyag. Nos, hát talán a 2009 évi városi költségvetés azért is lazább egy kicsit, mert annak idején, amikor ezt készítettük, nem tartottuk volna jó megoldásnak, hogy a válság kellős közepén még az önkormányzat költségvetése is mindenkit szorongasson, tehát minden szegény embert még az ág is húzzon. De hát ez most már történelem. A polgármesteri bevezetőben is hallhattuk, és az anyag is tartalmazza azokat a fő irányvonalakat, amely mentén készült a pótköltségvetés. És hát egy kicsit az utódok számára nagyon-nagyon enyhe kritikaként hadd fogalmazzam meg, hogy ez a három fő irányvonal egy kicsit félrevezető.
Az anyag tartalmaz még két másikat, csak ezt a következő címekben olvashatjuk, ez pedig a működési hiány csökkentése, a másik pedig a felhalmozási kérdések felülvizsgálata. Én ezt a kettőt tenném az első és a második helyre, mert hogy az önkormányzat költségvetési egyensúlyának ez a két fő bázisa. A működési mérleg és a fejlesztési mérleg. Ha ennek a stabilitását meg tudjuk külön-külön oldani, na akkor lehet igazán jó költségvetést készíteni, és ilyen formán az itt felsorolt három, az valójában a harmadik, negyedik és az ötödik fő témakör lehetne. Indoklásul még egy pici kis színeset hadd mondjak, az itt egyes sorszám alatt szereplő irányvonalban azt olvashatjuk, hogy a működési kiadások fedezete álljon rendelkezésre. Nos, hát én messze óvnám a költségvetés készítőit, hogy ez kapja az egyes prioritást a mindenkori költségvetésben, mert különösen 2009-ben nem ez a legfőbb feladat. Nagyon helyesen, hogy az anyag tárgyalja valóban a működési hiányok csökkentése, illetve a fejlesztési mérleg egyensúlyának kialakítása. Ez a két fő téma. Az anyag egyébként tárgyalja, csak ez a célstruktúra így szakmailag helyesen. A működési hiányok csökkentésénél ugye két szempontot is megemlít az intézmények kapcsán az anyag. Az egyik az ugye, hogy alultervezés történt, emiatt ezeket a terveket rendszeresen túllépik az intézmények, és a másik pedig, a másik nagy probléma, hogy írja az anyag, hogy az intézmények vezetői nem tartják be a gazdálkodási szabályokat. Az itt megnevezett limit manager szolgáltatás érzésem szerint csak a második kérdésre orvosság, tehát a szabályszerű működésre. Az anyag az első problémára nem ad igazán javaslatot, hogy mi is legyen az a helyzet, amelyben az intézmények ki tudnak jönni a költségvetésükből, és hogy lehet ezt megoldani. Én most már így függetlenként megtehetem, hogy Murphyhez hasonló törvényeket alkossak, és megalkottam a show első törvényét. Ez úgy szól nekem, hogy amennyiben van intézmény az önkormányzatnál, annak működését visszafogni, költségeit csökkenteni lehetetlen. Ez egy támpont lehet azoknak, akik esetleg az intézmények működését egyensúlyba kívánják hozni. A felhalmozási kiadások kapcsán említik a város fejlesztési spirálját, ezt a helyzetet, amelynek talán én névadó atya is lehetnék. Valóban ez történt, hogy korábbi működési hiányokat meglévő fejlesztési forrásból finanszíroztunk, és aztán a fejlesztésre meg fejlesztési hitelt vettünk fel, mondván, hogy annak kedvezőbb a kamatozása, ennyiben tehát racionális is lehetett volna a dolog. De hát a probléma az, amit én a show második törvényével tudok jellemezni, ez pedig így szól, megtérülést nem eredményező fejlesztés hitelből az egyenlő a jövő felélésével. Még mielőtt bárki felszisztenne, hogy na de hát vannak azért ugye olyan nagyon fontos fejlesztések, beruházások, amelyek nem hoznak direkt megtérülést, társadalmi szinten ilyen meg olyan pozitívum van a dolognak, hát itt mindenféle közgazdasági fogalmat be lehet vetni, ugye az elmaradt haszon mellett az elmaradt költség vagy a váratlan bevétel lehetősége, amit egy fejlesztés társadalmi szinten tud produkálni. Na de hát ezeket a beruházásokat, fejlesztéseket kell a meglévő fejlesztési forrásokból megvalósítani. Teljesen világos, hogy ilyenekre szükség van, de nem hitelből. Ez egy nagy tanulsága kell, hogy legyen az önkormányzat gazdálkodásának a jövőre nézve. Tovább vizsgálva az anyagot, a támogatások rendszeréről is olvashatunk. Valószínűleg teljesen függetlenül egymástól ugyanarra a következtetésre jutottunk polgármester úrral, hogy a támogatásoknak is van egy kialakult egyfajta sajátossága, és ez pedig a bázis szemlélet. Hát ez a legnagyobb veszély ennek a dolognak, teljes mértékben egyetértek. Amint egy intézmény vagy társaság valami támogatást megszerzett egy adott évben, az a minimális követelménye a következőben, hogy az inflációval növelve
jusson el hozzájuk. Tehát ez tényleg egy ilyen veszélyt is tartalmaz, azon túl, amit az anyag említ, hogy esetleg az elszámolásokra határidő módosítást kérnek. Az egyéb átcsoportosítási javaslatokkal én elviekben egyetértek, még a bizottsági keretek kérdése is kezelhető, és a városrész rehabilitációs keret átcsoportosítását is két okból. Hát egyrészt ez egy olyan méretű összeg, amivel érdemben lehet segíteni más területek hiányait. Másrészt valóban egy picit most a Szopiáni terv árnyékában talán nem annyira fájó, hogy a városrész rehabilitációs keret most ebben az évben, vagy ebben az esetben megszűnik. Én nagyon pozitív gondolatnak tartom, hogy nem nyúlt például az egyéni választókerületek elvonásához a pótköltségvetés készítője, hiszen tényleg azért minimális mozgásteret a képviselőknek meg kell hagyni ebben az évben, valóban nem ez fogja megoldani a költségvetés egyensúlyi kérdését. Önkritikus az anyag, Gonda Tibor képviselőnek is említem, hiszen leírja, hogy egy lépéssel nem lehet a város minden költségvetési feszültségét megoldani. Ez egy első lépés, nyilván még komoly második, harmadik lépések szükségesek ehhez, különösen a 2010-es évre gondolva, különösen egy Európa kulturális fővárosa évre gondolva, és arra is gondolva, amit szintén Gonda Tibor említett, hogy hitelfelvételekkel valóban továbbra sem lehet megoldani a helyzetet, valóban fizikai lehetetlenség újabb hiteleket is bevonni ebbe a rendszerbe. Tisztelt közgyűlés, egy régi kínai közmondás szerint, egy bölcselet szerint az embernek életében három napra kell koncentrálni. A tegnapra, a mára és a holnapra. Ez az anyag a tegnapot a költségvetés helyzetét bemutatja. Tesz javaslatot mai nappal módosításra, átrendezésre, amelyet én javaslok elfogadásra. És ha még marad energiánk, gondoljunk egy picit a holnapra, ne sokat, mert netán elrontjuk az egész napunkat, de néha gondoljunk egy pillanatra arra, hogy mi lesz velünk 2010-ben. Köszönöm a figyelmet, javaslom, fogadjuk el a pótköltségvetést. Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő hozzászóló Kalbár János képviselőtársunk, önné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Csak két rövid észrevételem lenne a költségvetés tervezettel, illetve az előterjesztéssel kapcsolatban. Már Só László képviselőtársam is említette a támogatásokat, és ezen belül én szeretném kiemelni elsősorban a civil szervezetek támogatását. Ez egy örökzöld téma, nagyon régóta kínlódunk vele, hogy milyen célra adjuk, és itt az előterjesztésben kritikaként el is hangzik, vagy leíródott, hogy nem konkrét célra adjuk, és hogy az elszámolási határidőkkel mindig vannak problémák. Én régóta javaslom, de most újra javaslom, hogy akár a határozati javaslatba is beemelhetnénk külön pontként, hogy a jövőben elsősorban azok a civil szervezetek részesüljenek önkormányzati támogatásban, melyek pályázatukban átvállalnak önkormányzati kötelező feladatokat is, illetve ezeket vállalják át. Ez esetben egy ilyen megfogalmazásban adunk egy lehetőséget, hogy azért ettől eltérjünk olyan esetekben, ami feltétlenül orvoslandó, de elsősorban ezeknek a civil szervezeteknek, egyesületeknek, alapítványoknak kellene a jövőben, a költségvetésben valamilyen támogatást biztosítani. Az elszámolási határidőkkel kapcsolatban azért el kellene mondani, hogy a legtöbb módosítás sajnos abból ered, hogy a szervezetek késve a lehetőségek megnyíltával jutnak hozzá ezekhez a támogatásokhoz. Van úgy, hogy előfinanszírozniuk kell, illetve van úgy, hogy teljesen kifutnak a határ. Később kapják meg a támogatást, mint ahogy igénybe vennék, és ezért nagyon gyakran csúsznak ezek az elszámolások. Ezt a jövőben én azt gondolom, hogy úgy kell orvosolni, hogy
ritkán adjunk, inkább kevesebbet adjunk, de az valóban támogatás céljára szolgáljon. És ha már szót kaptam, akkor a módosító indítványommal kapcsolatban szeretném elmondani, és akkor nem kérek majd szót a részletes vitában, hogy ugye a képviselőtársaim előtt ott van a módosító indítvány, a 7. szakasz 5. bekezdésének módosításáról szól. Ez eredetileg úgy szólt, hogy amennyiben évközben a gazdálkodás feltételében olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a végrehajtást alapvetően veszélyeztetik, akkor a polgármester felfüggesztheti vagy korlátozhatja a kötelezettségvállalási jogköröket, illetve pénzfelhasználási jogköröket. Ezzel kapcsolatban azt szeretném javasolni, hogy itt kérje ki a polgármester úr a Költségvetési Bizottság véleményét. Ez meggyőződésem szerint kevésbé szubjektív, bár változatlanul szubjektív, de kevésbé szubjektív és feltétlenül demokratikusabb, mint az eredeti megfogalmazás, úgyhogy kérem majd a tisztelt képviselő társaimat, hogy ezt a módosító javaslatot fogadják el. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dr. Krémer Krisztián, a képviselőtársunk hozzászólását előtt megadom a szót, önnek parancsoljon. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslattal kapcsolatban szeretném kérni a tisztelt közgyűlést, hogy a 3-as pontot töröljük, illetve ne kerüljön be a határozatba. Ez a pont, ez így szól, a közgyűlés hatályon kívül helyezi a 2009 évi városrész rehabilitációs keret felosztásáról szóló 167/2009 számú határozatát. Ha visszaemlékeznek, képviselőtársaim, hogy ebben a határozatban annak idején milyen célokra, milyen fejlesztési célokra került elosztásra ez a városrész rehabilitációs keret, akkor úgy gondolom, hogy nem tudunk azzal azonosulni, amit sok képviselőtársam az előbb említett, hogy nem annyira fájó, hogy az erre elkülönített 100 millió forintot most máshova átcsoportosítjuk, de fájó. Az itt megjelölt fejlesztési célok, azok a városlakók mindennapjait érintő célok voltak, és könnyű helyzetben vagyok, itt van előttem, csak szemezgetnék belőle. Például óvodánál lévő életveszély megszüntetését határoztuk meg benne. Parképítést, játszótérfelújítást határoztunk meg benne. Aztán ezen kívül még orvosi rendelő tető szerkezetét határoztunk meg benne. Úgy gondolom, hogy ezek a célok nem érdemlik azt meg, hogy most egy tolvonással lesöpörjük őket, és átcsoportosítsuk az erre szánt korábban megszavazott keretet. Ezért én szeretném kérni a tisztelt közgyűlést, hogy egyrészt ezt a pontot töröljük, és ezzel kapcsolatosan módosító indítványt is nyújtottam be. Kérem, hogy az általános tartalék keretterhére 50 millió forintot különítsünk el erre a városrész rehabilitációs keretre. Az elmondottak alapján én a részletes vitában már akkor nem kívánom még egyszer megindokolni. Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy mindkét javaslatomat támogassa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Következő hozzászólásra jelentkező képviselőtársunk dr. Füredi Péter képviselőni a szó. Köszönöm, polgármester úr, tisztelt közgyűlés, a Magyar Demokrata Fórum álláspontját mondanám el a költségvetés módosítása kapcsán. Valóban úgy gondolom, hogy méltányolandó az a törekvés, amit polgármester úr is említett, hogy egy öröklött, nehéz helyzetből pillanatok alatt nem lehet egy csodálatos költségvetést összeállítani. Nyilván ehhez erőfeszítések kellenek, több egyeztetés, különböző szakértői munkák. Tehát van egy öröklött helyzet, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy öröklött katasztrófa. A külső körülmények is negatív irányba változnak, hiszen az áfa emelést hatását is ismerjük. Jövőre további ugye, normatíva csökkenés várható a központi költségvetés elfogadása kapcsán, az legalább 2 milliárd forint körüli összeg lesz. De ugyanakkor vannak pozitív tendenciák is, a erősödő forint árfolyam, a bejövő kamatbevételek. Ezek, ami ugye tőlünk függetlenek. De úgy gondolom, hogy egy új városvezetésnek a kezdettől fogva pontosan tudnia kell, hogy mit kell tennie, mit kell csinálnia. Az első naptól kezdődően nincs idő várni hónapokig, 3-4-5 hónapot különböző szakvéleményekre, hiszen egy ekkora többséggel, ekkora támogatással
megtörtént városvezetésváltás, és ugyanakkor tudva azt, hogy a képviselők többsége, illetve hát mindenki korábban is képviselő volt, a polgármester úr is korábban a pénzügyi bizottság elnöke volt, pontosan tudta, látta azt, hogy mi folyik ebben a városban, mi a költségvetés helyzete. Tehát tudni kell az első naptól kezdődően, hogy mit akarunk, mit preferálunk, mik a célok, és milyen radikális lépéseket teszünk. Ez elmarad ebből a költségvetés módosításból is. Ez viszont már ugye a jelenlegi városvezetés felelőssége. Tehát fontos lenne preferálni a célokat, mi az, amit szeretnénk, mit nem, mit akarunk kezdeni az intézményekkel. Mi mindig túlsúlyban van tulajdonképpen az intézmény finanszírozás, habár polgármester úr említette, hogy lassan a feladat finanszírozás felé kellene ellépni, ezzel egyetértek. Ilyen megvalósult egyébként már Békés megyében is radikális lépések során, itt tartalékok is képződtek. A felelősség beépítése is üdvözlendő, de ugye azt tudjuk, hogy csak azt lehet számon kérni, ami pontosan rögzítve van. Tehát pontosan az intézmény vezetőknek is tisztába kell lenni azzal, hogy mik a kötelező feladatok, erre mi a forrás, és ha ezt túllépi, vagy nem teljesíti, akkor számíthat felelősségre vonásra. A kiskincstári modell is jó elképzelés, csak tudni kell azt, hogy ez egy radikális, kemény változatát valósítjuk meg, vagy egy puha, felpújított változatát. Tokajban ilyet megvalósítottak egyébként, ahol az önkormányzati dolgozók 60%-át rögtön elbocsájtották, de rögtön megkérdezném, hogy mi melyik verziót fogjuk majd megvalósítani, és hogy várhatók-e ilyen lépések. Korábban is már említettem, több alkalommal mondtam, és most is szeretném kiemelni, hogy feltétlen fontos lenne a költségvetésben a működési rész elválasztása a fejlesztésektől. Hogy a fejlesztésre jutó pénzek ne folyanak át működésre. Itt egy átolhatatlan betonfalat kellene képetesen alkotni, hogy amit beruházásra vagy feladat fejlesztésre kívánunk fordítani, az ne menjen működésre. Tehát kérdés az, hogy hozzányúlnak-e az intézményrendszerhez és a gazdasági társaságokhoz is. Lesz-e egy átgondolt szerkezet átalakítás, mert még ebben a költségvetésben ilyen nincsen. Polgármester úr, még a jól emlékszem, az év közben említette az átengedett pénzeszközöknél azt a lehetőséget, hogy ott megfogjunk pénzt. Ezt az év elején, mikor még Tasnádi polgármester úr ült ott azon a széken, és a költségvetés vitája februárban lezajlott, én is elmondtam, hogy nagyon nagy arányú az átengedett pénzeszközök mértéke. De mit tapasztalunk most ebben a költségvetésben? De azt látjuk, hogy 2,5 milliárdról 3,5 milliárdra nő. Tehát míg polgármester úr is arra utalt, hogy itt 1,5 milliárdot meg lehetne majd fogni, ehelyett ez 1 milliárddal nő. De hát mire is költünk? Érdemes szemezgetni. A Pécsi Közlekedési ZRT-t ugye támogatjuk 560 millió helyett 713 millió forintra. Tehát tudjuk, hogy ez az a cég, ahol a titoktartásért 20 millió forint jár, illetőleg amelyik megszabadított bennünket a buszoktól. Itt nagyon szigorú kontroll és felelősségrendszer mellett lehetne akár csak egy forintot is átadni, ehelyett ugyanúgy, mint eddig, növekszik a támogatás, és nem látom a mellé rakott kontrollt. A Pécs Holding az a gazdasági társaság, ugye, amelynek feladata lenne elvileg, hogy önállóan saját lábán megálljon, ehelyett 630 millió forinttal támogatjuk. De vannak itt apróbb tételek is, amelyek hát érdekes tételek. Nézzük csak például a Baranyai Ifjúságáért Kft. 5 millió forint, nem tudom, hogy mit csinál ez a társaság, kinek a társasága. EUNET Kft. 32 millió forint. Nem tudom, az EUNET társaság kinek az érdekeltségi köre, vagy mit végez, én nem tudom, de a 32 millió forintért még nem láttam, hogy elvégzett volna bármiféle tevékenységet. Nem érzem az ezer színű Baranya Turisztikai Kft.-nek a tevékenységének a hatását. Ott is ott látjuk, hogy 36 millió forintra emelkedett a módosított előirányzatba, 35 millióról. Nem tudjuk, hogy mit végez, mit csinál, hol a Pécsre kifejtett hatása. A Hungarofesznek is LKF marketingre adunk 172 milliót. Nem tudom, hogy érződik-e már az LKF marketing. Látunk-e már az LKF marketing kapcsán bármiféle pozitív elmozdulást. Továbbra is nem igazán pozitív híreket kaptunk az LKF-ről, országos hírekben, médiában, sehol semmi pozitívum. Kellene lépni is. Nem tudom, hol marad itt a kontroll, az átgondolt pénzeszközátadás. De nézzük, például a Reflektor Kulturális Egyesület. 1,5 millió forint helyett 2,5 millió forintot kap. Ez kinek a társasága, mit csinál? Tudja valaki? Én nem tudom.
De mit végez? Jó lenne, ha a közgyűlés elé kerülne ezzel kapcsolatos beszámoló, és mi indokolja azt, hogy 1 millióval többet kap. Fesztiválokra is költünk 12 milliót, esélyekháza, hát arról se sokan tudnak ebben a városban, hiszen rengeteg párhuzamosan működő olyan cég van, amely ilyen tevékenységet ellát. Nem tudom, hogy az esélyekháza 14 millió forintból mit csinál. De ide kívánkozik az is, hogy például az Expo Center ügyének a vizsgálóbizottsága szeretne szakértőket megbízni. Erre nincsen néhány 10 000 forint, ellenben szilveszteri partira 10 millió forint lesz. Összességében, amit fontos lenne, és egyébként amit, ez most nem újdonság, tehát a Szebelédi szakértő úr is ezeket pontosan leírta. Méghozzá fel is sorolja azt, hogy a támogatásokat időlegesen akár le kéne állítani, új támogatási politika kialakítása lenne fontos, az elszámolási rendszer fegyelmének erősítése, a költségvetésen kívüli pénzeszköz átadás nem átgondolt, célszerűtlen, jogilag megkérdőjelezhető. Én csak azt kérem, hogy amit a szakértő úr, a tisztelt városvezetés által megbízott szakértő úr elkészített, közpénzből fizettük, azt tartsuk be. Tehát semmi többet. És ebben az esetben úgy gondolom, majd lehet egy átgondolt, alapos költségvetés elkészítése. Ez még nem az, ezért a Magyar Demokrata Fórum ezt a költségvetést nem tudja támogatni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Meissner képviselő következik, öné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés képviselő társaim. A költségvetés az mindig azért az igazság pillanata, azt kell, hogy mondjam. És ugye addig lehet beszélni jobbra-balra szép szavakat, aztán utána, amikor a számok leírásra kerülnek, akkor már ez lényegesen nehezebb. Tegnap még lehetett sajtótájékoztatót tartani különböző szerkezetmódosításokról. Ma már azért ezt lényegesen nehezebb eladni, legalábbis annak, aki korábban is ezekkel a számokkal és oszlopokkal foglalkozott, hiszen látható, hogy a pótköltségvetés megnevezése az is egy kicsit túlzó. Én inkább csak kompótköltségvetésnek mondanám, hiszen eltettük a problémák megoldását, még az arra való utalást is a jövő évre, úgy, ahogy a nagymama a kompótokat. Hát, ami szeretnék aláhúzni ebben, az tulajdonképpen jó részt megegyezik azzal, amit előttem Füredi Péter elmondott. Körbe ugyanezekre szerettem volna rávilágítani, de néhány dolgot azért kiemelnék. Az egyik az, hogy az intézményekkel kapcsolatosan, hiszen ez a területem, tehát nem akarok teljes egészében mindenről beszélni, ráadásul képviselőtársaim már mondtak is sok mindent. Az intézményekkel kapcsolatosan láttunk korábban egy átvilágítást, amely tulajdonképpen azt erősítette meg, amit éveken keresztül mondtunk, de ez a költségvetés is tulajdonképpen ugyanazokat a számokat hozza, mint amiket legalábbis az utóbbi években a korábbi városvezetés által összerakott költségvetés. Azt nevezetesen, hogy az intézmény szféra nagyjából a működési mérlegben 1,5–2 milliárd forinttal mínuszos, tehát ilyen értelemben azokat a feladatokat, amelyeket nem tudunk finanszírozni, meg kellene határozni, hogy ez valóban egy reformköltségvetés legyen, legalább a szöveges részben megmondani, hogy milyen irányt kíván venni a város. Mert tehát a szöveges részben legfeljebb csak arról van szó, hogy mint afféle Ludas Matyi Döbrögitől elveszi, vagy elveri rajta fort, ugye a korábbi városvezetésen, visszaadja az elvett javakat az intézményeknek, és ez nagyjából 300 millió forint, amelyet egyébként a korábbi költségvetések alkalmával is a harmadik, negyedik, negyedévi módosításkor mindig visszaadtunk. Tehát ezt tessék végig gondolni, hogy most akkor mi ebben a reform. Ebben tulajdonképpen érdemi nincs, legfeljebb annyi, hogy mi a korábbi állapotnak megfelelően valóban alulterveztük az intézményi kiadásokat, azért, mert látható volt, hogy az intézmények oldalán elég sok meghatározhatatlan tényező van, és tartottunk tőle, hogy az intézmények túlköltik magukat, ha megkapják a teljes költségvetést.
Nyilvánvaló, hogy ezzel sokan vitatkoztunk, hogy jó ez a módszer, de hát ezt tulajdonképpen annak idején a pénzügyi főosztály korábbi vezetője, Tolnai Márta vezette be, aztán utána mi is elfogadtuk, hogy ez így működik. Hát most egy más vezetés alatt lehet, hogy ez reformértékű, csak valóban akkor mellé kell tenni a pontos meghatározását az intézményvezetők számára, hogy mi az, amit tehetnek, mi az, amit nem, és azt is meg kell mondani, hogy mi a következménye, hogyha ezeket a kereteket aztán túllépik. Amit néha, megmondom őszintén, a szabályzók változása miatt, sokszor évközi változása miatt elég nehéz is követni. Tehát ebben én nem látok olyan nagy reformot, már csak azért sem, mert amit polgármester úr mondott, hogy most áttérnek a bázisfinanszírozás helyett a feladatfinanszírozásra, meg kell, hogy kérdőjelezzem, hogy volt-e eddig bázisfinanszírozás. Én eddig legalábbis Decsi Jánostól és Altogai Judittól mindig azt hallottam, hogy az intézmények költségvetésében a bért azt pontosan személyre szólóan számolták ki minden évben, és ezt adták oda az intézményeknek, mint bérkeretet. Na most, hogyha ezt így csinálták, akkor ez maga a feladatfinanszírozás, ennél jobban feladatfinanszírozásra áttérni nem lehet. Ugyancsak lehetett tudni pontosan, hogy mennyi a dologi kiadás, mondjuk 70-80%-a, hiszen az az energia volt, aminek az árát lehetett számolni, ezt kiszámolták, ebben persze voltak tapasztalati tények, mert valóban elég nehéz azt mondani, hogy az időjárást egy évre előre tudjuk, van, amikor a fűtésköltség magas, van, amikor meg alacsonyabb, tehát ebben azért van valamiféle túlig. A szakmai anyagok vásárlására pedig szintén előre lehetett számolni, és ezek ki is voltak számolva. Amit még hozzá szeretnék tenni, az az, hogy valóban addig nem is lesz a költségvetésnek reformja, vagy nem lesz más típusú költségvetés, amíg meg nem határozzuk azt a feladatrendszert, amit a Pécsváros a bevételeihez képest el tud látni. Mert a feladatokat, ha elvállaljuk, akkor elvileg finanszírozni kell. Ma azonban az intézmény struktúra lényegesen szélesebb, mint amit a város a saját jelenleg látható bevételeiből finanszírozni tud. Tehát ilyen értelemben ez a költségvetés ugyanúgy, ahogy a jövő évi is, tartalmazni fog bizonyos barba trükköket, amelyeket be kell vetni ahhoz, hogy legalább a számok egyensúlyát meg tudjuk teremteni, vagy meg tudják teremteni. Lehet azt mondani, hogy majd az átvilágítás ezekre választat, hogy mit kell megtenni, meg mit nem. Csak hát az a helyzet, hogy az átvilágítás az legfeljebb spanyol fal. Azt, hogy mit kellene tenni, azt ha a főosztályok munkatársai nem tudják, akkor szerintem ők nem alkalmasak a feladatra. Pontosan tudják, hogy mit kell tenni, csak kellene hozzá egy kis politikai bátorság, hogy ezeket az irányokat meghatározza az éppen aktuális városvezetés. És még azt is mondhatnám, hogy ebben most van egy, mondjuk így, hogy kegyelmi állapot, hiszen együtt kezdtük ezt a ciklust, együtt is fogjuk befejezni, csak más vezetéssel kezdtük, mint amivel befejezzük. Elég nehéz nekünk erről az oldalról azt mondani, hogy nem értünk egyet azzal, amit korábban mi kezdtünk, és ugyanakkor persze önöknek is át kell értékelni azokat a korábbi szólamaikat, amelyek elsősorban azt gondolom, hogy inkább a népszerűséget keresték, semmint a város költségvetésének rendbetételét. Most nem akarok ebbe belebonyolódni, de lesz arra még idő egész biztosan a későbbiek során, hogy ezeket a dolgokat megbeszéljük. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Weller János, a következő zászló parancsán, képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr, tisztelt közgyűlés. Engedjék meg, hogy véleményemet úgy próbálja meg kialakítani, hogy a különböző, tehát a két oldal korábbi és jelenlegi politikai álláspontját figyelmen kívül hagyjam. Nézzük csak meg azt, hogy ebben a pillanatnyi helyzetben a költségvetésre milyen pozitív, illetve milyen negatív elemek voltak hatással, és ebből mit lehet kihozni. Pozitívunként mindenképp azt kell elmondani, hogy egy olyan, ha úgy tetszik, váratlan és rendkívüli kamatbevételt sikerült elérni, amit a korábbi években nem igazán lehetett mondani.
Több mint 610 millió forint a növekedik most a kamatbevétel, tehát ennyi kamat többletbevétel van, ami adott helyzetben felhasználható a negatív folyamatok rendezésére. Melyek is ezek a negatív folyamatok? Egy 5%-os árfakulcs változás a második fél évben nyilván kedvezőtlenül érinti az önkormányzat gazdálkodását, érinti mind az intézményi, mind a vállalati szférát, de leginkább érinti a beruházásokat, ahol ezeket a forrásokat valamilyen formában biztosítani kell. Változott bevételi oldalon a normatíva, méghozzá az adóerőképesség javulása miatt szenvedtünk el veszteséget. Ahogy tetszik, egyik oldalról ez pozitív, hisz a vásárlóerő képesség javítása a Pécs polgárai lakossága több jövedelemhez jutott, hisz ezt fejezi ki. Negatív, hogy mindegy 160 millió forintot kell valamilyen forrásból biztosítani ahhoz, hogy az egyensúly fennmaradjon. Probléma, hogy az osztalékbevétel is elmaradt az eredetileg tervezettől. No, nem azért, mert nem termelődött meg, hanem azért, mert a vízművel igen komoly vitáink vannak, erről volt szó bőven. A 2007-es és 2008-as eredmények el nem fogadott mérlegek alapján reális volt a tervezés, csak jelen helyzetben ezzel a bevétellel nyilván nem lehet és nem is lehetett számolni. Ami negatív részben, hogy a költségvetési megszorítások és számítások ellenére is az intézményrendszerben, mint ahogy minden év vége felé valamilyen működési zavarok megjelenhetnek. Ez nem új keletű, ez korábbi években is volt, amelyet vagy még év vége előtt, vagy közvetlenül a következő év elején utólag rendezett mindig a közgyűlés. Ez a költségvetés most megpróbálja megoldani ezt a kérdést. Nézzük a megoldásokat. Az intézményi bérek 1%-os, illetve a mozgó bérek visszapótlása nyilván ezt az intézményi működést elősegíti. Hozzá kell azonban tenni, és ki kell emelni, hogy egy differenciált és ellenőrzött visszapótlás szükséges. Ha ez úgy történik, hogy minden intézmény egységesen visszakapja, mindenféle feladatellátás és egyéb vizsgálat nélkül, akkor nem érjük el azt a célt, amit terveztünk. Ha igen, akkor már tettünk egy lépést a sokak által hiányolt feladatfinanszírozás felé, nyilván azt már ebbe az irányba kell elindulni a év hátra levő részében. A megoldások közül, ami még negatív és ki kell sajnos emelni, hogy a különböző keretek csökkentek. Elsősorban itt a felújítási keretekre és karbantartásra gondolok, illetve a Viszmajor keretre. Összességében ez több mint 100 millió forintos mérséklést jelent, csökkentést jelent. Gondoljunk csak bele, ennek milyen hatása lesz majd a 2010-es évre, hisz amit az idén felújítást, karbantartást nem végzünk fel, ez hatványozottan fog megjelenni a következő évi tervekben. Tehát a feladatokban majd. Az általános tartalék jelentős csökkentése a váratlan helyzetek kezelését is megkérdőjelezi. Ne adj Isten, hogy a háttérlő 70 napban bármi még bekövetkezzen, mert akkor ez a keret igencsak kevéske lesz. Pedig félő, hogy egy ilyen vízművel kapcsolatos helyzetben akár még onnan is bejöhetnek komoly igények. A többletbevételekkel kapcsolatban lehet, hogy nem csak ilyen célra kellett volna elsősorban felhasználni a többletbevételeket, hanem más lehetőséget is megvizsgálni. Egyrészt a működési hitelkeret szinten tartása. Ma 5 milliárd, és ha jól tudom, még nem kellett igénybe venni, de az év végéig jelzi az anyag, hogy mindegy 1,5-2 milliárdos keretfelhasználással lehet, illetve kell számolni. Ennek a mérséklésére is lehetett volna többletbevételt felhasználni. A hitelfelvételekkel többször elhangzott itt az EIB hitel kapcsán, árfolyam nyereség kapcsán elég jelentős többletforráshoz jutott a város. Ne feledjük el, a hitelt vissza kell fizetni, és amikor visszafizetjük, várhatóan a árfolyam veszteség meg fogja haladni a pillanatnyi nyereséget. Ha ezen az árfolyam, ami ma érvényes, az euró-forint viszonylatban megmarad, akkor a
ez egy nagyon jó helyzet lesz félő, hogy nem 270 forint körül lesz, ahogy ezt a nyereséget elértük, hanem ennél rosszabb. Tehát célszerű lett volna erre is tartalékolni valamennyit ebből a többletbevételből. Ezeknek a véleményeknek a figyelembevételével meg fogjuk szavazni a költségvetést, azért, mert biztosítani szeretnénk, hogy az évből visszalevő időszakra a gazdálkodás folyamatossága megmaradjon. Ugyanakkor egy figyelemfelhívást is szeretünk volna véleményet tenni, hogy a 2010-es költségvetés kialakításával kapcsolatban sokkal több egyeztetésre lesz szükség, nem csak a politikai erők között, hanem az érintett intézményekkel, gazdálkodó szervekkel, mert ha tényleg azt akarjuk, hogy egy feladatellátás szerinti költségvetés alakuljon ki 2010-re, akkor már az idén, illetve legkésőbb jövő év első egy hónapjában, másfél hónapjában nagyon tiszta helyzeteket kell teremteni, melyik intézménnyel, melyik szervezettel, milyen feladatot akarunk ellátatni, milyen forrásból és milyen költségek mellett. Ha ezt nem tudjuk leegyeztetni időben, akkor a jövő évi költségvetés válik teljesen bizonytalanná. Ezért hívjuk el a figyelmet, hogy ezeket a munkákat nagyon gyorsan el kell kezdeni. Ez nem fog menni egyik pillanatról a másikra, és várhatóan nem csak egy első döntéssel lehet majd meghozni, hanem évközben sok-sok korrekciót is kell hozni, még akkor is, ha lesznek jó és megalapozott egyeztetések. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen a hozzászólást. Következik Kővári János frakcióvezetőről Összefogás Pécs Egyesület frakciójánál a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az MSZP frakciót hallgatva most akár indulatos hozzászólást is tehetnék, de ezt nem teszem a kedvükért sem, hanem inkább egy anekdotába csomagolnám azt, ami történik a közgyűlési teremben, hát ha így mindenki megérti, hogy miről is szól ez a mai vita. Az MSZP frakció korábban a Golden League versenybe benevezett, mint rudugró versenyző, és hát 12 éven keresztül nem sikerült átugrani azt a szintet, amit ezen a szinten illik. Így el kellett gondolkodnia, hogy hogyan tud továbbra is versenyben maradni, és arra jutott, hogy arra kérje a versenybizottságot, hogy nevezhessenek be a versenyre az utánpótlás versenyzők is, akik ugyan jóval fiatalabbak, kevésbé erős fizikumúak, de hát így talán esélye mutatkozik az MSZP frakciónak, hogy lesz nála rosszabb is. Sikerül is elérniük a versenybizottságnál, hogy nevezhessenek az utánpótlás versenyzői is, a fiatalok is, hiszen a versenybizottságban is azok ülnek, akik drukkoltak nekik. El is jön a verseny napja, a verseny közelette. Még úgy látják, hogy baj lesz, mert ezekről a fiatalokról úgy hírlik, hogy hát ha nem is annyira erősek, mégiscsak lehet, hogy átugorják a lécet, amit nekik nem sikerült, így aztán kérik a versenybizottságot, hogy rövidítsék már meg a fiatalok rúdját, hiszen olyan fiatalok még nem bírják el ezt a hosszú, nehéz rudat. A versenybizottság el is fogadja és rövidítik a rudat, hogy rövidebb rúddal ugorhassák át a fiatalok ugyanazt a magasságot, amit a felnőtt versenyzők hosszabb rúddal tehetnek. De hát a fiatalok ambiciózusak, és megpróbálják ezt a megoldást is. Sokat edzenek, próbálkoznak, és úgy tűnik, hogy még így is menni fog a dolog. Nem marad más hátra, mint hogy az MSZP versenyzőjének egy ötlete marad, hogy csirizzel, enyvel bekeni a sportcipő talpát. Hát ha ez majd azért eléri azt a megoldást, hogy elrugaszkodni sem fog tudni a fiatal versenyző. És hát eljön a verseny napja, úgyhogy abban bízik ugye az MSZP, hogy így aztán már bizonyosan nem fog sikerülni. És hátradőlve lelátom, várja a versenyt. Akadnak társai is ebben, akik korábban hasonlóan kudarcos próbálkozásokkal a versenyből kiszorultak, és jó tanácsokkal is ellátják a fiatalokat, hogy mit kéne tenni ebben a helyzetben. És hát eljön a verseny, és a rúd ugyanabban a magasságban a fiatal versenyző beenyvezett talppal és rövidebb rúddal megpróbálja mégis a versenyt, és valóban a lécet leveri, hiszen ilyen körülmények között nem tudja átugorni. Csalódott moraj a nézőtéren, különösen az ellendrukkerek szájából, hogy hát hogy történhetett ez meg, hiszen minden feltétel adott volt, hogy átugorják a lécet. Most ebben a helyzetben látom itt önöket próbálkozni azzal,
hogy amit 12 éven keresztül megtehettek volna, hiszen Só Lászlótól is, és többüktől elhangzott, többük szájából elhangzott az, hogy bizony az intézményrendszerrel kell kezdeni valamit, ennélkül a működési deficit nem számolható föl, bizony a gazdasági társaságainkkal kell kezdeni valamit, mert az nem állapot, hogy mindegyik egytől egyik veszteséget termel. Bizony kell kezdeni valamit azzal, hogy a hitelt, ahogy ő fogalmazott, Só László fogalmazott nagyon tréfásan is, hogy ugye nem, mint Só László törvényét hirdette meg. Ezt a törvényt egyébként, hogyha az elmúlt 12 évben alkalmazta volna, akkor most nem tartanánk itt, ezt ő is belátja önkritikusan, hogy fejlesztést úgy nem hajtunk végre hitelből, hogy annak ne legyen hozadéka. Nagyon sokszor soroltuk föl már ebben a teremben azokat a fejlesztéseket, amiknek semmilyen hozadéka nincsen. Expo Center, ugye folyik a vizsgálóbizottság, fogunk még erről hallani, hogy milyen mestermű volt, és mennyiben kötötte gúzsba a költségvetés helyzetét. Sokat beszéltünk már ugye a teniszcentrumról és egyéb olyan beruházásokról is, aminek nincsen hozadéka. Olyan beruházások, amikre fölöslegesen költött milliárdokat, százmilliókat a város, és mindezeket hitelből tette meg. Noha mondjuk a holding, természetesen az Expo Center esetében a holding volt a finanszírozó, azért csak az önkormányzat állott kezesként mögötte, csak az önkormányzatnak kell valamit kezdeni a holdinggal, amelyik szintén a mélybe hullott. Szászónak egy a vége, én úgy érzem, hogy a kritikák egy része jogos, hogyha elhangzik, hogy miért kell eddig ide koncentrált pénzeket a bizottságoktól elvonni és a polgármester keze alá helyezni. Az Összefogás Pécsért civil frakcióként támogatni fogja mindig a szubszidiaritás elvét, hogy oda kerüljenek a forintok és ott szülessenek döntések, ahol a lehető legközelebb vannak a feladatokhoz. De bizony van olyan helyzet, amikor szükséges a költségvetési szigor, és ezt a helyzetet önök idézték elő 12 éves munkájukkal. Az önök számonkérése és hogy is mondjam, hát néha cinikus megjegyzései, hogy lámlán nem sikerült átugrani a rudat, pedig ugye mindent megtettek önök ezért. Ez tényleg azért bántó, mert arra mutat rá, hogy nem akarnak szembenézni azzal, amit önök az elmúlt 12 év során megtettek, és amit elhalasztottak a város fejlődése érdekében. És akkor nem beszéltünk még arról, hogy itt ül Bókai Endre országgyűlési képviselő úr is, és hát önök is nyilván tartják vele a kapcsolatot, aki bizony sokat tehetne azért az országgyűlésben, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe az önkormányzatok, mert nem csak a pécsi önkormányzat van nehéz helyzetben. Ne kerüljön olyan helyzetbe jövőre a pécsi önkormányzat, hogy 2 milliárd 100 millió forinttal még kevesebb a pénzből gazdálkodhasson az intézmények működtetésében és a szolgáltatások működtetésében. Ez egy kicsit farizeus magatartásnak tűnik, hogy önök városvezetőként is megtehettek volna mindent azért, hogy jobb helyzetben legyen a város. Most is kormányon lévén még mindig megtehetnének azért valamit, hogy mentővet dobjanak legalább a nehéz helyzetbe került önkormányzatoknak. Ezt nem teszik, de számon kérik azokat, akik megpróbálják a tüzet eloltani. Igazuk van, ez a költségvetési módosítás, ez még nem a nagy költségvetési reform, ez mindösszesen az elmúlt hónapokban felgyülemlett problémáknak a kezelése, de tisztességes kezelése, annélkül, hogy komoly érdeksérelmek születnének ebből, ami nem egyszerű feladat. A jövőre vonatkozóan én úgy gondolom, hogy igenis igazuk van, új irányt kell szabni. Ezt az új irányt egyébként jó pár éve az Összefogás Pécsért civil frakció már itt a közülésben mondja, süket fülekre talál, én remélem, hogy a jövőben ez nem így lesz. Mi lesz ez az új irány? Nyilvánvaló nem lehet más, eléggé korlátozottak a lehetőségek. Mint hogy az intézményeinknek a gazdálkodását bizony át kell világítani, a gazdasági társaságainkat meg kell nézni, hogy valóban hatékonyan működnek-e, hanem bizony akár meg is kell szüntetni azt, amelyik nem működtethető. Ezen már én úgy tudom, a holding igazgató tanácsa dolgozik is. Az átvilágítás az intézményeknek szintén folyamatban van. Ezt megelőzően egész nyilvánvalóan nem szabad olyan döntéseket hozni, amik komoly strukturális átalakítást jelentenek, hiszen nem volnának megalapozottak ezek a döntések. Ezt önök is tudják. Igen, fontos lesz az, hogy újra gondoljuk a közösségi ellátórendszert. Valóban nem helyes az, hogy akkor, amikor egy önkormányzat egyre kevesebb pénzből kell, hogy gazdálkodjon, akkor olyan szociális ellátórendszert tartson fönn, ami rendkívül drága és nem hatékony.
Nyilvánvalóan, hogyha megelőző preventív ellátásokra fordítana többet, kevesebbet kellene fordítani a bentlakásos intézményi formákra, amik rendkívül költségesek. Bizottsági elnök úr nyilván sokat tehetett ezért az elmúlt időben is, hogy ez a Költségvetési Bizottság vagy a számon kért egy nem rendszer szemléletű a gondolkodásunk. Szeretném jelezni, hogy rendszer szemléletű, és úgy kezdődik a rendszer, hogy először próbáljuk megelőzni bajt, a nehézséget, a feloldhatatlan helyzetet, költsünk arra többet, ha szükséges, hogy aztán a kiadások csökkenthetők legyenek a végeken. Ehhez képest a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás például, valaki itt említette már elnézést, most nem tudom pontosan, hogy ki, hogy az idős ellátásban is ugye a bentlakásos intézmények rendkívül költségesek, és túl nagy terhet vállal az önkormányzat ezek működtetésével. Valóban így van, de hát ehhez például a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás lenne segítség, hogyha ennek a kiépülése után, ami azért megkezdődött, azt hiszem egy vagy két évvel ezelőtt ehhez jelentős támogatásokat is ugye nyújtott a kormány. Egy vagy két évvel a rendszer kialakítása után nem vonnák meg azokat a forrásokat, amiből ezek a szolgáltatások működtethetők, hiszen most radikális mértékben csökkentették mind a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, mind a támogató szolgálatok finanszírozását, amelyik pedig a fogyatékos emberek számára nyújtana segítséget abban, hogy otthonukban önálló életvitelt alakíthassanak ki lehetőleg, és nekem bentlakásos intézményekben költséges ellátásokban részt vennie. Hát pontosan erről van szó, hogy tényleg kettős beszédet folytatnak önök, miközben számon kérik a reformokat, számon kérik a költséghatékony működést, mindent megtettek eddig is azért, és most is kormányon, hogy éppen onnan veszik el a forrásokat, amerre lehetne menni, amerre kiutat lehetne találni ebből a rendszerből. Én úgy gondolom, hogy Só Lászlót idézve, aki ma sok bölcsességet fogalmazott meg a közgyűlésben az utolsó mondatát is, idézve, hogy ugye ez a kínai mondás, amelyik arról szól, hogy három napra gondoljunk, a tegnapra, a mára és a holnapra. Én ezt javaslom egyébként elsősorban önöknek is, hogy tekintsék át a tegnapot, amit javarészt önök formáltak. Gondolják végig, hogy mit rontottak el. Segítsenek abban, hogy ma ezt a helyzetet valahogy tudjuk kezelni, szavazzák meg most a költségvetés módosítást, és gondolkodjunk közösen, én ezt javaslom a holnapról is, hiszen szükség van az önök tudására is, és az önök felelősségvállalására is, hogy ez a holnap az valóban szebb lehessen. Köszönöm, képviselő úr. Nyugdíjra város képviselőtársunk, megadom a szót, ő következik. Köszönöm a szót, polgármester úr. Gond a képviselőtársamnak igaza volt, hiszen ha még visszaemlékeznek arra, akkor úgy kezdte a hozzászólását, hogy ő indulatoktól mentes kíván lenni, és már várja azt, hogy az első hozzászóló majd biztos a 12 évet fogja emlegetni. Ez meg is történt, ám bár egy hosszú, de érdektelen anekdóta előzte meg, amit azt hiszem frappánsabban össze lehetne foglalni. Én azt hiszem, azt szűrtem le belőle, hogyha rövid a rudat, told meg egy Fidesz-szel, de a rut hasonlatnál maradunk, akkor azt hiszem, hogy félreértettük nagyon egymást. Ugyanis mi nem azt kritizáljuk, hogy milyen ugrást hajt végre a kormánykoalíció, és milyen ruddal fogja ezt majd végrehajtani, hanem azt, amit már hónapok óta a nagy sajtó visszhangba mindenfelé szétkürtöltek, hogy mekkorát fognak majd ugrani. Hát itt állunk, ülünk, és nézzük, hogy ez az ugrás, ez mekkora lesz, mert hogy nem látom én ezt az ugrást, tehát hogy elmaradt ez az ugrás. Az a lényeg, hogy abszolválták ezt az ugrást, tehát hogy sikerült ezt átvinni, ezt a lécet, azt a lécet, ami sajnos elég alacsonyan van. Képviselőtársam nagyon sok mindent olvasott a fejünkre, ebből is látszik, hogy azért nem a költségvetésről beszélt, az nem gond, hogyha rólunk beszélnek, de akkor itt helyben rólunk beszéljünk, és ne a kormányról. A kormányról lehet beszélni, de még nincs elfogadott költségvetés, addig igazából nem tudjuk, hogy mit kritizálunk. Az, hogy milyen számok vannak előttünk, az egy dolog, mert hogy ezeket majd meg el kell fogadni és meg kell szavazni. Számomra kérdéses az, hogyha jól emlékszem, most azért kaptunk a fejünkre olyat, hogy az intézményrendszer átalakítást azért ezt nem kezdtük el, vagy nem megfelelőképpen folytattuk le. Hogyha jól tudom, ugye itt a közgyűlés által teljes létszámban elfogadott koncepciók alapján történt ez.
Igaz, hogy ezt megelőzően, amikor hozzányúltunk a igen költséges bentlakásos intézményekhez, az akkori városvezető koalíció nagyon magára maradt, amikor 180 férőhelyjel csökkentettük a bentlakásos intézményeket. Akkor nem láttam, és nem is emlékszem rá, hogy képviselőtársam támogatta volna ezt az előterjesztést. Gondolom szakmai alapokkal volt akkor a kifogása. Azt a szakma készítette elő, és nem a politika. Tehát ebből is látszik, hogy mindig a politika határozza meg a tudatot, azaz, hogy melyik oldalon ülünk éppen, és mit kéne tennünk. Amit képviselőtársaim is eddig elmondtak, azt nem látjuk ebbe a rendszerbe, és az egyelőre még nem is ehhez az előterjesztéshez kapcsolódna, de hogyha másnak megadatott, akkor adattassék meg nekem is, hogy akkor erről egy kicsit beszéljek, hiszen mindenki egy picit már a 2010-es költségvetést próbálja meg vizionálni az előterjesztés kapcsán, hogy az intézményrendszerhez tényleg valamilyen szinten hozzá kívánna nyúlni a városvezető oldal. Ez azért érdekes. Jobban mondva, egy szempontból látszik ez valahol a költségvetésben. Ez azért érdekes, ugyanis a mostani ellenzék, azaz a Magyar Szocialista Párt támogatná ezeket az előterjesztéseket, de nem látunk ilyet. Még egyszer mondom, a politika határozza meg a tudatot, azaz nem mernek. Politikai okok miatt nem merik ezeket a lépéseket megtenni. Egyetlen egy lépést látok én ebbe a költségvetésben, ami esetleg erre vezethetne, az az, hogy elvonjuk a bizottsági kereteket, és elvonunk minden egyéb keretet, és azt a polgármester úr keze alá tesszük. Ezt mindjárt mondom, hogy miért látom én ebből azt, ugye, hogy ez esetleg előre mutató szándék lenne ebbe az irányba, hogy majd átalakítjuk ezt a rendszert. Itt ugyanis a közgyűlés jóváhagyása nélkül kérhetnénk fel bármilyen szakértőket, hogy ezeket a hatástanulmányokat elvégezzék. Annak ellenére én nem tudom támogatni ezt, és ugye majd módosító indítványként szavazunk is róla, és egyetértek így a Hódosi Vera képviselőtársammal, aki a frakció véleményét írta le, hogy ezek kerüljenek vissza. Legyen egy polgármesteri kontroll benne, de ne a polgármester úr döntsön ebbe a témakörben. A magunk részéről a Fidesz frakció és a városvezető oldal biztos észrevette, nem tudom, hogy beszéljek-e még egy percet, vagy egy fél percet, hiszen azzal is támogatjuk mi ezt a költségvetést, hogy beszélünk még, hiszen jelen pillanatban 20 fővel tudnák csak megszavazni ezt a költségvetést, amihez 21 szavazat szükséges, úgyhogy lehet, hogy nem csak szavakkal, hanem tettekkel is támogatjuk mi ezt a költségvetést, hiszen szavakban azt mondjuk, hogy nem támogatjuk, de minden egyes hozzászólásunk, minden egyes másodpercével támogatjuk ezt a költségvetést, hogy a 21 főt tudják biztosítani. Hagyjátok abba. Nem, én azért még el szeretném azt mondani, hogy a 2010-es költségvetési koncepciónál én szeretném, amit már Weller képviselőtársam említett, hogy nagyobb plénum előtt legyen, és több alkalommal legyen esetleg egyeztetés, amit önök hangoztattak már többször is, tehát ismételten elhangzott, és majd a médiában ez ugyanúgy be lesz harangozva, hogy a lehetőség megvolt rá, és az együttműködés, és hogy ez az ugrás majd mekkora lesz, csak tényleg készüljünk fel erre az ugrásra, és fogadják el azt az építő jellegű kritikát is, amit mi annak szánunk. Remélem sikerült rendezni a sorokat, és akkor szavazhatunk majd lassan erről a témáról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bókai Endre képviselő, parlamenti képviselő kér szót, megadom ennek a lehetőséget, parancsoljon. Tisztelt polgármester úr, köszönöm szépen a szót. Nem kívántam volna részt venni a vitába, ha kővári képviselő úr nem szólít meg. Nehogy úgy tűnjön, hogy ilyen fedezékbe itt ülök. Igenis vállaljuk azt, ami ma az ország költségvetésében, ez a rendkívül terhes gazdasági válság során a kormányzat intézkedési sort hozott, és ezt szükségszerűnek tartjuk, elkerülhetetlennek tartjuk. Általánosabban hadd mondjak magáról az előterjesztésről egy-két gondolatot. Nekem elég szimpatikus az a szellemiség, ami jellemzi, hogy elsősorban megpróbálja maga
megkeresni azokat a megoldásokat itt helyben, és ebből kiutat. Tehát nem keres igazán felelősöket, és ezért érdekes egy kicsit Kővári képviselő kitérője, amikor elkezd másfelé mutatni, hogy kérem szépen, mi azért vagyunk ilyen nehéz helyzetben, egyébként rendkívül tehetségesek vagyunk, csak azért vagyunk ilyen nehéz helyzetben, mert a kormányzat, egyéb gonosz dolgok vannak körülöttünk. Az egyik az, hogy tudomást kell vennünk a gazdasági válságról. 70 év óta a világon ilyen súlyos válság nem söpört végig. Magyarország számára ez azt jelenti, hogy ha valaki 12 havi egyenletes bevétel rendelkezik, akkor egy havi teljes bevételét elveszíti. Ez történt Magyarországgal is. Tehát nekünk ehhez kell igazodni, és hogyha bárki, aki azt mondja, hogy ez nem olyan jelentős dolog, tehát megpróbálja ezt elkenni a gazdasági világválságot, mint hátteret, igen nagy hibát követ el, mert legyengíti a védekező képességét az országnak, a társadalomnak, az egyes egyének, a családnak is. Tehát ezek nagyon súlyos következményekkel járnak. És itt olyan döntéseket kell meghoznunk természetesen, ami azt jelenti, hogy a lehető legkisebb rosszat próbáljuk kiválasztani, és ugyanakkor választ kell adnunk arra is, hogy az ország gazdasági válság után hogyan próbálja visszaépíteni a saját erejét, illetve hogyan próbál egy új pályára állítani. De természetesen nem ez a költségvetés vitája, de ebben nem akarok belemenni. Amit szeretnék hangsúlyozni, hogy ennek a városnak az egyik nagyon nagy tehertétele is, ami a költségvetésen belül jelentkezik, hogy egy régionális feladatot, régionális szerepet is fölvállal, kényszerű vagy nem kényszerű módon, most ez mindegy, ami elsősorban az oktatásban és az egészségügyi ágazatban jelenik meg, és ennek a finanszírozása nincs biztosítva. 2006-ban az akkori kormányzattal, a Szocialista Párt beterjesztett egy önkormányzati törvényre egy módosító javaslatot, ami azt jelentette volna, ha az önkormányzati rendszert átalakítja regionális intézményrendszerré. Emögött lehetett volna az, hogy ezeknek a dolgoknak a finanszírozása, vagy azt mondjuk, hogy a környezetünkből bejáró, és természetesen a város ellátja ezt a feladatot, de hangsúlyozom, elég komoly plusz kiadásokkal, fiatalokat, vagy az egészségügyi ellátáson belül is, hogy ezeket az embereket ellássuk, ennek a plusz kiadásait, a normatíván felül kiadásait nem kapja meg a város. És ez egy rendkívül nagy terhet jelent. Ha lehetett volna ezt az önkormányzati törvényt módosítani, kétharmados törvényről van szó, és sajnos az ellenzéki társaink támogatását nem kaptuk volna meg, akkor egy nagyon súlyos gondon enyhítettünk volna. Engedjék meg, hogy egy példát hadd mondjak. Nem a mi térségünkben, alföldi törzségben. 30 ezer emberre ma, tisztelettel üdvözöllek, 30 ezer emberre ma 100 önkormányzati képviselő jut, és 10 polgármester. Ha ezt lefordítom Pécs város esetében, akkor azt mondom, hogy a pécsi 150 ezer főre 500 önkormányzati képviselőt kellene választanunk, ami nyilván irreális. Tehát ennek a rendszernek olyan elképesztő ellentmondásai vannak, ami a jelen körülmények között tovább nem tartható fent tovább. Tehát ha ezeket a lépéseket nem tesszük meg, újra és újra hasonló gondokkal fogunk szembenézni. Ebből a körből nem fogunk tudni kijönni. A város néhány dolgát még szívesen megemlíteném, hogy a gondolkodásban, tehát azok az intézkedési sorok biztos, hogy nem spórolhatók meg, amit a szocialista frakció több tagjait felemlített, át kell világítani, meg kell nézni, hogy a város mit képes ellátni. Elsősorban főleg az oktatás keretén belül. Tudjuk, hogy a korábbi években elsősorban azért, hogy minél több tanulót nyerjenek meg az intézmények, az iskolák maguk számára, olyan plusz vállalásokat tettek, ami egyedivé teszi az intézményüket, és hát ezeknek a költségei bizony ma újra itt vannak, és újra jelentkeznek. Azzal együtt hangsúlyozni szeretném, hogy ma az országos költségvetésben, amiről vita zajlik, nincs még döntés, tehát véres álláspontot nem tudunk mondani, ennek keretében a normatívát nem csökkentette. Tehát azt az alapnormatívát, amit az oktatásra biztosítunk, az csak annyi résszel csökkentett, hiszen mindenki tudja, hogy a munkaadók és a munkavállalók járulékait jelentős mértékben 2010-től csökkentette a költségvetés. Ezt vonta ki, ez több mint 5%-os rész, tehát a normatívám keretében ez nem kerül leutalás az önkormányzatokhoz. Tehát itt jelentkezik az a bizonyos normatíva csökkenés, ami azt jelenti, hogy nem kell kifizetni, tehát egyik félnél sem jelentkezik kiadásként. És ezzel együtt azt is hangsúlyoznám, hogy nagyon jelentős
tehát főleg a pedagógusokat érintően körülbelül akik 150-200 ezer forint közötti jövedelemmel rendelkeznek, havi nettó jövedelmük pontosan ezért a bércsökkentés, bérterheket jelentő adók csökkentése miatt olyan 7-15 ezer forint közötti nettó megtakarítás fogja jelenteni. És remélem, hogy ez az oktatás másik oldalán egy picit megnyugtatóan fog hatni. Nagyon kérem önöket, hogy gondolják végig, nagyon súlyos gazdasági válság van az országban, és ennek szellemében kell kezelnünk és elfogadnunk a költségvetéseinket. Polgármester úr, köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen a hozzászólást. Külvár János képviselőtársunk, következik önnél a szó. Köszönöm a szót, polgármester úr. Sajnálom, hogy Nyögéri Lajos frakcióvezető társam kiment a teremből, mert neki szerettem volna két mondatot mondani, hogy nem fogom terhelni legközelebb azzal, hogy anekdótát mesélek, mert láthatóan nem tudott figyelni, és nem tudta megjegyezni az anekdóta lényegét, de mégiscsak úgy cselekedett aztán, ahogy az anekdótában a szerep kiosztatott nekik. Ellenben Bókai képviselőtársam hozzászólásával kapcsolatban azért azt szeretném megjegyezni, hogy valami a számítással probléma lehet, mert az oktatási, az alapnormatíva megvonás az egy picit hosszabbra sikerül, mint amit ő elmondott, hiszen majdnem Pécs vonatkozásában csak az alapnormatíva a közoktatásban az 800 millióval lesz kevesebb. Itt nem biztos, hogy ez a számítás, amit az előbb elmondott, az ennek helytálló. És még egyet szerettem volna az ő által elmondottakkal kapcsolatban elmondani, hogy valóban így van, hogy a jelenlegi kormányzat erőltette a kistérségi és regionális intézményrendszeri ellátást, azonban ennek a feltételrendszere az gyakorlatilag kialakulatlan, sőt most erre az évre össze is omlott. Tegyük hozzá, hogy a térségi normatívák is csökkentek az idén, úgyhogy ezzel egy ellentétes irány is elindult, és újra egy visszaforduló folyamatot láthatunk. Tehát ez a fajta következetlenség, ami itt a kormányzati politikában volt, intézményrendszerek évről évre való, a finanszírozásának évről évre való átalakítása, ez úgy gondolom, hogy nem tud hozni stabilitást. És végül is utolsó mondatként, az Összefogás Pécsért frakció azt soha nem fogja támogatni, hogy ami elmegy BKV kifizetésekre, kormányzati PR tevékenységre, azt spóroljuk meg a gyerekeken, ezt soha nem fogjuk támogatni. Szerintünk a legfontosabb, a prioritás kell, hogy legyen egy költségvetésben az oktatás, és az a családpolitika, ami majd eredményezi azt hosszabb távon, hogy ez az ország újra gazdasági növekedés pályára fog tudni lépni. Köszönöm, képviselő. Juhász István képviselőtársunk kér szót, megadom a lehetőséget, parancsoljon. Köszönöm, polgármester úr. Hát én remélem sokkal rövidebb leszek, miután itt a gyomrozás politikailag megtörtént egymás között, és nagyon kevés szakmai ér hangzott el a költségvetés napirendje kapcsán. Mi megkaptuk azokat a lehetőségeket, hogy időben megismerjük a beterjesztett napirenddel kapcsolatos változtatásokat. Akkor frakcióvezető úr elmondta a véleményünket. Én csak arról szeretném tájékoztatni a közgyülést, hogy a Szövetség Pécsvárosért frakciót támogatni fogja a napirendi pontot, és a legnyomósabb érv az pedig az, hogy mindig a mindenkori polgármester személyében felel a beterjesztett költségvetésért és annak végrehajtásáért, mihez ezt a támogatást most meg fogjuk adni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. Tisztelt képviselőtestület, több hozzászólást nem látok, így a vitának az általános részét, mint a rendeletalkotásról van szó, lezárom. Engedjék meg, hogy a szünet előtt még néhány mondattal reagáljak az elhangzottakra. Az építő kritikát köszönöm szépen, meg fogom fogadni, tehát hogyha olyan javaslat jött bármelyik oldalról, amit érdemes megfontolni, gondolok az egyeztetéseknek, az elmélyültségéreteknek a bővítésére, ezt én köszönöm szépen, ebben a szellemben fogom tovább készíteni a költségvetésnek az útját. Annyi háttérhez hozzá tartozik a magyarázatként, hogy miért volt esetleg kevesebb egyeztetés, hogy nyilván szűkek voltak az időlimitek, de ennek ellenére az érdekképviseletekkel sikerült leülnünk, elfogadták egyébként nagy konszenzussal a javaslatot, tehát ott nem volt nagy vita. A politikai oldalakkal is egyeztettünk, szerintem a szükséges mértékben. Én örülök, hogy alapvetően mindegyik oldalról kreatív és támogató hozzászólásokat, elképzeléseket kaptam. Nyilván a közülésben való szavazás egy más kérdés, tudom nagyon jó, de úgy érzem, hogy ebben a tekintetben szerintem sikerült előrébb léptünk a korábbi időszakhoz képest. A
kritikákat, amelyek a kereteknek a befagyasztását, bizottság kereteket, képviselő kereteket illették, ezek elvonását illették. Én ezeket megértem, tehát nyilván empatikus módon kezelem ezt a dolgot, azonban annyi belátást viszont kérek a képviselőktől, hogy ebben a helyzetben most nem igen volt más lehetőség, mint ezeknek a kereteknek a megváltoztatása. Ez nem jelenti azt, hogy ezeknek a kereteknek a megszűnéséről szavaznánk, vagy kiiktatnánk a rendszerből ezeket, hiszen erről szó nincsen. Ez egy idei döntés. A következőben remélem, hogy erre a szigorú lépésre már nem kell sor kerítenünk, tehát ez a következő 2,5 hónapra szóló rendelkezés, ami ilyen szempontból minket érint, ezt kérem ilyen módon értelmezze minden kedves képviselőtársam. Gonda Tibor tette szóvá, hogy az 500 millió forintra tagsát meg takarításunk, az hol van a költségvetésben. Hát kedves képviselő úr, abban a tételben, amire próbáltam én is utalni, az áfa növekménynek a hatásában, a vízmű osztalék elmaradásában és az intézményi kereteknek a visszapótlásában összesen 1 milliárd 280 ezer forintot kitevő tételről sorról beszélünk. Ennek a megtakarításnak itt volt a helye, ide került be, mert ilyen módon tudtunk, amint többször is utaltam rá, olyan módon eljárni, hogy külső forrás nélkül sikerült ezt a hármas problémát belső erőből megoldani. Ilyen formában tehát azt hiszem, hogy ez egy jó megoldás, és örülnék, hogyha minden alkalommal külső erőfeszítések vagy külső forrásokra hivatkozások nélkül tudnánk ilyen megoldásokhoz folyamodni a későbbiek során is. A könyvvizsgáló véleményére hivatkozni szerintem nem túl méltányos, mert a könyvvizsgálónak egy feladata van, hogy kimondja azt, hogy a vitára előterjeszthető az anyag, amit ő megkapott és áttanulmányozott, vagy nem. Nyilván erre a kérdésre ad választ. Tehát ezt kritikaként értelmel, és kritikaként visszafordítani az előterjesztéssel szemben, ez nem egy helytálló dolog, és nem tartom ide vonatkozóan illő dolognak. Összességében azt kell mondjam, hogy köszönöm még egyszer a hozzászólásokat, amiket kaptunk a képviselők részéről, igyekszünk ezeket a következőkben majd alkalmazni, és a szünet után pedig akkor a részletes vitára kerül sor, ami a hozzám legalábbis három példányban benyújtott három darab módosítást illeti, többről én nem szereztem eddig tudomást. Tisztelt közgyűlés, szünet előtt ügyrendben nyugira is kér szót, parancsoljon képviselő. Köszönöm a szót, polgármester úr. Az SMS-ünk szerint ugye a 12. szakasz második pontja a jelenlévő képviselőnek minősíti azt, akinek a gépe be van kapcsolva. Polgármester úr hozzászólása alatt még 30 gép volt bekapcsolva, hála Isten időközben azért megérkezett már a Költségvetési Bizottság elnöke, tehát így elvileg 31-en vagyunk a teremben. Én azonban szeretném azt megnézni, hogy Majdik Miklós gépét, aki nem tartózkodott ma még a terembe, ki az, aki időközben bekapcsolta. De aki bekapcsolta, és jelen pillanatban ég, mert hogy ezt, amikor én még kimentem a teremből, a mellékhelységbe, az a gép nem volt bekapcsolva, hiszen 30 jelenlévő képviselőt mutatott, és nem volt bekapcsolva. Ez egy olyan jellegű cselekmény volt, ami eddig nem volt divat, azt hiszem, ebbe a közgyűlési terembe, és én ezt a magam részéről tényleg felháborítónak tartom. Mi húztuk volna az időt, és természetesen mi szünetet kértünk volna, hogy legalább a Költségvetési Bizottság elnöke legyen itt a Költségvetés Egységes Szerkezetbe foglalásakor, és amikor módosítjuk. De ez tényleg egy olyan jellegű eset volt, amit nem tűrhetett a Magyar Szocialista Frakció szó nélkül. Köszönöm szépen. Jó. A Nagy Csaba alpolgármester úr kér szót, és utána akkor valóban a szünet fog megkezdődni. Tessék. Köszönöm szépen, én nagyon-nagyon röviden válaszolni kell, én ezt maximálisan visszautasítom, Majdik Miklós itt volt a teremben. Én ezen a pulpituson beszültem, sőt, ma reggel még az én székemben is ült, úgyhogy legyen szíves, gondolja át legközelebb, hogy mit beszél. Köszönöm szépen. Dr. Révész már ügyrendben kér szót, frakciót asszonynak megadom a szót, parancsoljon. Hát a frakció nevében szeretném visszautasítani Nyögéri Lajosnak ezt a vádaskodását, ugyanis valóban Majdik Miklós itt volt az ülés kezdetekor, aláírt, bejelentkezett,
egy pontján a közgyűlésnek idejött hozzám, és kérte, hogy elmessem, egy fontos ügyintézési feladata van. Akkor kiment a teremből, feltehetően nem kapcsolta ki a gépét, de hogy ez a gép azóta bekapcsolva van, ez egészen biztos. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt közgyűlés, ezt a vitát most lezárnám, szünet után folytatjuk, 20 perc szünetet rendelek el. Köszönöm szépen. Pécs megyei úváros önkormányzata közgyűlésének képviselőtestülete szünetet tart. Az elmúlt egy és több mint háromnegyed órában a közgyűlés a 2009 évi költségvetés módosításáról és egységes szerkezetbefoglalásáról tárgyalt. 20 perc szünet következik, utána visszajövünk.